Rádió egy születésnapi fesztivál június 21-én pénteken a Budapest Parkban. A színpadon Burak Yeter, Dinoro, a Stadium X, Billy William, Cookie, a Disco Sheet és a DJ Factory lemezlovasai. Ünnepelj te is velünk! Vásárold meg jegyed most a rádió1.hu oldalon. Hölgyeim és uraim, egyenesen a Rádió 1 budapesti stúdiójából 39 frekvencián élőben a magyar rádiózás királyai, a kegyetlenül kegyetlen kedenc, Vadon Jani, a hatalmas kolbász töltő, Rákóczi Feri, és a férfi, aki a végtelenbe és tovább is, Sebestyén is, Baller is, Ballesztinyó is, Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsé! Itt vagyunk 6 óra után 19 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello! Szevasz! Hello! Drága hallgatók, szép idő van, süt a nap. Azaz, azaz. Ugyan jön valami eső, meg jég állítólag, meg ide hagyjuk. Ez nem számít, mert hogyha ránézel bármelyik időjárással foglalkozó szakportálnak a kis előrejelzésére, akkor azt látod, hogy péntek, ami nagyon fontos nekünk, péntek, szombat, vasárnap gyönyörű idő lesz. Mit csinálunk együtt szombat, vasárnap? A péntekre helyeztem a hangsúlyt, jó, a szombat, vasárnapot, azt mondom, hogy a kitelepülés alatt úgy ránk szokott a Jani, hogy azt mondja, hogy menjünk megint valahova. Hát ha mászásul lenne, akkor mehetnénk megint természetesen, de pénteken ugye mi ki fogunk egy kicsit települni, egy hoppon-hopoful busszal, és 6 órától indulunk a Bazilikától, hát és megyünk egy szép nagy kört. Na jó, hát 6-15. Jó, de 6-kor már előtte meghallgatunk még 3-4 világslágert. Igen, vagy bemegyünk a 6-os misére. Igaz lehet. Közös mise 6-tól 6-10-ig, indulás 6-15-kor. Kiítassam a Bazilikát? Ja, légy szíves. Nyitass már ki, légy apukám, ki tudja nyitni. Miért ő a teremőr? Hát, ő ott a minden. Igen. Apukám a Szentlélek. Lehet, hogy... Bármikor az oltok, akkor kinyitatom. Valahol pisülnünk is kell. Jó, biztos meg... van valami ott, valami félre eső. Hát meg 6-10-ig fölmegyünk a kupolába, megnézzük, az biztos szép, én még nem voltam. Uh-huh. Bent voltam az épületben, de még föl nem sikerült menni. Ezt megnézzük, lejövünk, beszélünk a buszba, és megyünk. Gyönyörű. Közös tárlatvezetés tartasz. Na, nagyon abszolút. Jó. Apa, anya. Apa, anya, ott születtem. Igen. Ott vagyok én. Aha, ez a kereszten, igen. Értetek. Az uránvárosi jászol. Igen, de jó lesz ez a péntek. Jó. Jaj, lesz, nagyon jó, várom. Lesz. Nagyon jó lesz, ugye elmondtuk már többször, el fogjuk menni még többször. A lényeg az egész történetek az, hogy egy-két megállót is velünk utazhattok, és a játékban vehettek részt, valamely során nyerhettek magatok meg egy csomó belépőt, volt belépőket, vagy természetesen volt fesztiválos belépőket, napi jegyeket is, és a nagyon-nagyon szerencsések. Meg a nagyon ügyesek. Akik nagyon ügyesek is, ráadásul azok akár heti páros belépőt is nyerhetnek, ami azért nem gyenge. Emellett meg persze mindenféle ilyen szóróajándékok meg, dedikálivalók meg, stb. Rádió ilyen olyan olyan persze. Az a lényeg. Elárasztunk benneteket minden földi jóval, ha jöttök. Ha nem jöttök, magatokra vessetek. Szerintem gyertek, hogy nehogy a Jani megharagudjon. Bali eredeti neve Sekrestyés Balázs. Igen. Én vagyok a Sekrestyés Balázs, tehát bármikor kinyitom nektek. Így van. Csak amikor az ellenállásba visszavonultak a szüleid, akkor Sebestyénre változtatták. Így van, és nagynénye a haragozó Teri. Igen, de Barmács azt, hogy Bali, te max a bazsilikát tudod kinyitni neked. Hát én erről beszélek. Én erről beszélek, hogy kinyitom nektek a bazsilikát, és akkor bejöttök oda 6 óra 10-kor. Közelről való megtekintés, és a szent rész megérintése. A szent rész megérintése, kinyitatom a bazsilikát, bejöttök oda, 6 óra 20-kor indulat a busz. Bezárom a bazsilikát, és én indulatom. Amatőrológiai tárlatvezetés, hogyha gondoljátok. Igen. Többen kérdezitek a Csernobil rész, hogy láttuk-e, ne az ötödiket még nem, én még a negyediket nem küzdök. Nem, ne spoilerezzetek, én egybe akarok neki rohanni az egésznek. Meg fognak halni. Ezt most miért kell valami? Igen. Éppként tényleg én is, amikor nézem, még rájuk, hogy borzasztó egyszer ilyen élőbe történne. Szóval ez olyan jó, hogy csak filmen van. Mert hogy egyébként meg tényleg szóval abszolút megnyugtató, hogy azért, szóval, amit csak filmen van, ilyen addig jó. De bele sem merek gondolni, hogy egyébként mi lenne, hogyha ez egyszer élőbe megtörténne. Szerintem az borzasztó, az egész emberiségre nézve. Hál' Isten, ez csak filmen van most. Remélem, ilyen sose történik élőben. Hát nem, hát, tehát nincs is olyan ország, hogy Szovjetunió.
Nem néztem, viszont ma foglalkozunk a Csernobillal, mert hívunk egy szakértőt majd 7 óra után, aki egyrészt baromi jól ismeri a sorozatot, kettő baromi jól ismeri a Csernobilban történteket. Úgyhogy kicsit utána járunk a valóságnak, a történteknek abban, hogy mi igaz a sorozatban és mi nem. És nem kell megijedni, nem csak a sorozatról lesz szó, tehát nem esnek ki azok a beszélgetésből, akik nem látták a sorozatot, sokkal inkább magáról a csernobili eseményről és az esemény sorozatról lesz szó, a titkolózásról, a terelésről, hogy miért döntöttek úgy, hogy mit gondolt akkor még ugye a nagy Szovjetunió, és hogy egyáltalán Gorbacsovék mit csináltak, hogy csináltak, miért tereltek, miért döntöttek úgy, és hány ember életébe került ez. Baromi népszerű a sorozat, pontosan ezért foglalkozunk ezzel mi is, meg hát magával a katasztrófával és az utó életével, úgyhogy hívunk majd egy nagyon jól beszélő, nagyon izgalmas szakit, aki egy csomó érdekességet mond majd el nekünk a Csernobilról. Új videó info egyen, gyerekek. Mit süt a mester? Nem tudom. Mit csinál a mester? Ez kicsomagolás volt. Ugye, mert vásárolt magának egy új számítógépet. És azt mondták, hogy minden idők leggyorsabb, legflottabb, hát, és legkedvesebb, és legemberibb számítógép kicsomagolása, illetve termékbemutatója volt, mert gyakorlatilag annyit csinált, hogy kitépte belőle, megmutatta. Meg kell nézni. Linket küldjetek, gyerekek, Viberre linket küldjetek, már nézzük is a videó info egy újabb. Fekete zongor alak. Igen, a mestert ellepte a merchandising, a termék megjelenik, és úgyhogy... Nagyon helyes, vele, figyelj, egy ilyen nézett csatorna. Hát, kell is oda a technika. Én az egy heteset látom, az a mexikói csilis passzú. Azt mondja, hogy a kolbászos tojás rántotta most az igazi. A kolbászos tojás rántotta, mert nyilván így mondja. Hát köszönjön akkor a mester, gyerekek, mindenkinek így korán reggel egy kicsit a Videó Info 1 ugye csatornája, akkor halljuk a mestert, hogy köszön nekünk angolul. Na. Hát köszönjük szépen. Ide jutottunk el, így köszön egyébként. Újabb is van, le vagy maradva, kolbászos tojás rántotta. Írják, igen, ez én sem szaladtam tegnap, hogy ez az új a csomagolás, az már... Az egynapos, nagyon aktív. Nem, hát a csomagolás az nagyon friss volt, hát tegnap még nem volt fent a kolbászos. Egy napja került föl az első YouTube fizetésemből. Bocs, hogy lefekvés előtt nem néztem. Című videó, első igen. YouTube, el tudod képzelni, mennyit fizetett már neki. Na mindegy, abból lett a gép, és akkor utána kolbászos tojás rántotta, az meg 11 órás. Igen. Hát. Nagyon ügyes. Ti elvárják a rajongók. Hát most igen. Judit SMS-ét nem igazán tudom komolyan venni, bár komolyan írja, jaj, csak ne spoilerezzetek, kérlek, szinkronnal nézzük, és még van vissza két rész. Akkor kus mindenkinek. Mit? Jó. Hogy Csernobil főrobban is egy csomó meghalnak? Tehát, hogy... Most ez miért? Ez az egyébként tényleg. Azon a határon, amit szóval azért, de amit azt tudják, csináltál. Hogy én nem nézem ezeket. Tehát az Judit, arra, egy kávét kérlek. Azt mondják, hogy én nyilván hülye vagyok, mondtam valamit. Körülbelül, mint a Titanic filmet vádolnád meg azzal, hogy spoilereznek. Légy színe, spoilerezzetek. Mit, Judit, mire gondolsz, hogy fölrobbant az atomerőmű? Hogy esetleg százezrek haltak meg? Esetleg kiderült, hogy elhallgatták, Judit? Mi a spoiler? Mondd meg nekem. Amit nem tudsz az elmúlt 30 évből. Nagy a baj. Nagy a baj azért. Ha valaki Csernobilnál azt mondja, hogy spoiler, értem, mire gondol. Nem mondjuk el, hogy vása vagy mása volt a hibás, ezt nem fogjuk elmondani, na de azért, szóval tényleg. Jó, de szóval azért ne őrüljetek meg teljesen. Észel azért lecsúszott ki semmi a szátokon, amit esetleg megbánunk, vagy valaki esetleg nem hallott róla, hogy mit tudom, Mohácsnál mi történt, hogy kiúszta a rövidebbet esetleg. Na megnézzük, gyerekek, kíváncsiak vagyunk. Én mondom, tegnap még a negyediket gyűrtem, de mindig elalszom. Nem azért, mert rossz, hanem mert olyan fáradtam voltam, későn értem haza. Miatt. Na mi volt? Na memény, mámi, háhe. Gyerekek, jön a jó idő, bent a városban. Igen, kiülés. Megmutattad magad? Megmutattam magam. Egy kicsit. Egy jó, kis laza vacsi, egy kis baráti beszélgetés. Igen. A pincérrel, hogy miért. Hogy a szervizfi nem borra való. Írják, hogy Judit, azt hiszi fikció. Lehet, Judit olyan fiatal, hogy ő nem hallott a 86-os történetről, és azt hiszi, hogy ilyen fikció. Tényleg. Igen. Vagy elhittem, amit az előbb mondtam, hogy olyan jó, hogy ilyen való életben nem történik. Na. És olyan borzasztó lenne egy ilyen katasztrófát. 2000-es születésű, hát mit tudja, hát, hogy mi volt az előbb. Nem a 19 éves. Érted, beszélek ezt, azt. Hát tudod. Igen, remélem a sorozat végére Európa részén lakható marad. Ment Viberen a kolbász termékbemutató, zseniális. Jó, de az jött Viberen, a tojás rántotta jött Viberen? A tojás rántotta az új, azt nem tudom, hogy Viberen mit küldtek, de az a legújabb, a kolbász bemutató az a régi. Az 2 éves sztori. A cseh kolbász vagy szalámi bemutatás. Nem, igen, többen írják, igen, a tojás rántotta. A tojás rántotta az új. Egyébként csak mondom, hogy ez a szakás dolog, ez később jött a mesternél, mert az első videók azok arról szólnak, hogy a fűkasz a Damil fejét. Hogy töltöd meg Damillal?
Hát figyelj, egy multitalentú. Nem rossz egyébként. Egy multitalentú. Na jó van, gyerekek, megbeszéljük majd a mávos hírt, mert annak is volt folytatása, úgyhogy tele vagyunk jó témákkal, jó hírekkel jelentkezzetek játékra. Jó, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után 2:07. Itt vagyunk, gyerekek! Hello mindenkinek, jó reggelt! 3:47 lesz pontosan, 2 perc múlva, és egy jó kis dinoró után elindul. Dinoró? Ő dinoró volt, igen. Ő volt dinoró. Igen. M0-ás az M1 felé a gyári kihajtónál, baleset miatt csak egy sem valad a forgalom, 64-es főút, ozorai bekötőútnál két autó ütközött, 2 kilométernél a félútpályát lezárták. De az ozorai bekötőútnál két autó ütközött, ők még a tavalyiról jönnek, és most kerültek elő, vagy mennek idén. Jó helyet szeretnének maguknak találni, közel a nagy színpadhoz. Két holland lakókocsi ütközött, viszonylag korán érkeztek meg Ozorára. És gondolom is szállt föl a baleset. Kölcsönös udvariaskodás előzte meg. Menj. De lehet, hogy most kerültek elő az előző fesztiválról, nem? Tehát, hogy most jöttek. Még igen, picit lerongyolódva, de nagyon boldogan. Hazamennek, feltankolnak, és jönnek vissza. Basszus, srácok, miattatok rákattantam Zolibá videóira. Este 11-ig néztem őket, most jó fáradt vagyok, van valami primitív, amitől működik. Ide nekünk Mikey. Gyerekek, hát nem, hogy rákattantunk, az ország rákattant, 30-40 ezer plusz feliratkozó lett. Óriási számokat csináltunk Zoli bácsinak. Videó Info 1 csatornáit imádjuk, a mestert köszöntjük. Jó reggelt kívánunk neki, és megnézzük ma a kolbászos tojás rántotta receptjét, mert hogy újra főzött a gasztro bloggerek, a street kitchen. A legszorítása az összebb. Minden főzős műsorok pápája. De várj, ez nem street kitchen, ez living room kitchen. Ez a nappali konyha. Igen, living room kitchen, a home kitchennek a pápája, ahogy Pierre Woodman a női testhez, úgy Zoli bácsi a tojás rántottához. Ért leginkább, igen, hogy... Ő is szétkem mindent. Az biztos. Úgyhogy gyerekek, semmi gond. Már lazul az eddigi feszes tempó, mert most az utolsó 8 videóból értett 6 termék megjelenítés. Hát, gyerekek, itt elkapta a mestert a gép. Berobbant. Termék megjelenítései vannak? Igen. Kérlek szépen, slider, kameratartó, akkor aprítógép, aztán amit küldtek nekem. Hát figyelj, ő már egy influencer. Igen, egy influencer. Az, amit küldtek abszolút nekem, a szimpatikus, mert ott valaki küldött egy nejlonzacskóba egy szálkolbászt például. Igen. Tehát, hogy az még nem egy cég, hanem ott egy rajongó. Egy rajongó, ez az ezt kóstold meg Zoli bátyám kategória, és egy kis csíkos nejlozacskóba egy fél kolbászt valaki. És csak mondom, Jani, te is érintve vagy a csatornában, mert a Gyulai Várról is van egy 10 perces rész, úgyhogy az a tiéd. De pedig a Gyulai Kolbászból csinált neked rántottát. Igen, akkor én is. Mindenki érintve. Megnézzük majd a mestert, mert jó sok dolgunk van ma. De megnézzük majd a mesterünket. Milyen időnk lesz? Jó, köszönjük szépen. Így van. Az időjárás jelentés támogatója a Dom Pepe Wiener Schnitza. Pizza feltétes óriás bécsi szeretek. Dom Pepe. De finom lehet. Aha, biztos ebből majd küldenek később nektek, nem? Bécsi szelet és van pizza feltét. De várj, pizza feltét, aha, bécsi szeleten. Na, jól hangzik. Nem néz ki egy jó rosszul. Én felmentem a honlapjukra, megnéztem. Igen? Mert kíváncsi voltam rá, hogy mi ez az újítás is. Mutatós. Biztos az, hát majd egyszer megkóstoljuk. Én műhűsból, ti meg igaziból. Nem jött a műhús. Ezért volt, dobtam egy magas labdát, hát ha. Viszont a tőzsde jól megy. Nagyon. Kicsit illikvid a történet, de tegnap 7%-ot ment. Előtte 5%-ot csökkent. De jó, nagyon hasít a Leonardo DiCaprio-nak, meg a Bill Gates-nek a közös kis műhúsos története. Hát egyre inkább ez a jövő. Úgyhogy ez a Beyond Meat, aki hosszú távú befektetése gondol, az érdemes ezen elgondolkozni. Na mindegy. Jó van, gyerekek, hogy állunk a játékunkkal? Tegnap sima győzelmet arattak felettünk. Ha jó, de még mindig 52-45. Tehát még egy hetes előnyünk van. 52-45? Igen. Na hát az azért az jó, az 7 játéknak. Hát, igen. És azért nem volt annyira sima, mert az ilyen kart ki kart, tényleg ilyen face-to-face típusú, ilyen jó kis játék volt. Megnézzük, hogy kivel játszom, igen. Na most vigyázz a szádra! Jön a fekete, fehér, igen, nem! Becsáros küzdelem következik! Mi van a csajokkal, a gyerekek a játékban? Mi van? Félnek. Inkább hármasugrásra mennek? Nem akarnak önünk játszani? Itt van Zoli. Hello Zoli, jó reggel! Jó reggelt kívánok! Zoli, hello Zoli, mi újság? Meg vagyok, köszönöm szépen! Nem volt nagy lendület ebben a meg vagyokban, de hát még korán van még. Igen.
Jól van, Zolikám, kivel játszanám? Zoltánnal. Zoltánnal, keresünk neked egyet. Kevesen vannak most még az épületben, de keresünk. De találunk egyet. De Zoltánnal játszanál, ez jó. Zoli! Zoli! Zoltán, játszan a Zoltán. Már szólunk Zolinak. Zolikám, gyere majd ide. Jön a Zoli. Jó, jön a Zoli. Jó játékos a Zoli? Azért akarsz vele játszani? Jó? Tessék. Jó játékos a Zoli? Hát megkérdezem, kivel játszanál? Igen. Azt mondtad Zoltánnal. Ezért ez jaj, a Balázsa, Balázsa, félreértettem, bocsánat. Na, mit hittél, hogy mit kérdezek? Tessék. Ó, ez egy jó játék lesz. Na, most meg erre, kell tartani. Számolj, erre számolj vissza. Kezdjük na, is, gyorsan. Jó. Kezdjük is. 2, 1, 3. Itt vagyok, várjál. Rendben. Várjál, még a gépem is lefagyott tőle. Jó, ez így. Várjál, akkor nyomom így. Minden idők játéka. Nem, kész, ez meghalt. Na. 3, 2, 1, és tessék. Itt tűz. Vagy, Zoli, itt vagy? Rendben. Oh. Akkor meg vagyunk, kimondtad. Akkor kimondtad. Jó, meg vagy, kimondtad. Hát az ott volt. Ez jó gyors volt. Zolikám, hát ezt semmit csináljuk. Jó, Zoli, ügyes vagy. Jó. Akarsz egy visszavágót, vagy mi legyen? Mi volt legyen. Ez a... Legyen, persze. Legyen szerintem, egy visszavágó? Szerintem szórakozzunk még. Számolj vissza. 3, 2, 1, fire! Elindultunk újra, hallasz rendesen? Persze, persze, persze. Mintha kicsit szakadozna volna. Hol vagy most? Székesfehérvár felmegyek. És mit csinálsz ott? Vezetek éppen. Micsodát? Fundament lakáskasszát kézbesítek. Tényleg? Persze. És mennyire vagy beállva? Nagyon? Picsit. Igen. Mivel túl? Ott volt egy igen. Kimondtam egy igen. Jó, egy-egy. Egy-egy. Kimondtam egy igen. Kimondtam egy igen. Ott volt egy igen. Legyen egy mindent eldöntő? Hát persze. Zoli, Zoli, adsz egy lehetőséget Balázsnak? Persze. Ja, hát jó van. Nem csak nagy játékos vagy, hanem nagy szíved is van. Még egyet játszunk na, ebből? Még egyet na, tessék. Na, mindent eldöntő. 3, 2, most, fire! Ez most a döntő? Jó. Oké? Okay? Jó. De tudod, hogy ez most nagyon nagy meccs lesz? Hát persze. És mit csinálsz? Vezetek éppen. Milyen színű az autó? Piros. Piros? És ki ül melletted? Valaki van melletted? A barátom. Megint kimondtad a tiltott szót. És igen. És most megint kimondtad. Jó van. Jó van, jó játékos vagy. 2-1. Van még 6 perc a hírekig. Zolikám, ti egy erős csapat vagytok ketten. Igen, nagyon megyünk. Hosszú volt az éjszaka? Eléggé. Jó van, és így mész dolgozni ilyen állapotban? Hát igen. Még az, hogy dolgozni, hogy oké, de így vezet. Nem gondoltuk át ezt rendesen. Ezt nem gondoltátok át rendesen, és a barátod is ennél a cégnél dolgozik? Igen. Úristen, ő milyen állapotban lehet, hogyha te vagy az, aki ma hasítasz, aki bevállaltad a játékot. Tényleg? És ki vezet? A barátom vezet, nem én. Na, ez mondjuk megnyugvás. Igen, ennek örülünk. Te sodorsz az anyósom, mi? Te ott ülsz és... Igen. Én csak élvezem. Te csak élvezed. És hova mentek helyileg, vagy mit csináltak? Hát most tényleg visszük a szerződéseket. Hova megyünk éppen? Lubjánába megyünk éppen. A szórakoztató út lesz. Külföldre terjeszkedik a cég. Igen. Na jó van. Hát ilyen távolságra is csak veled mennék, Zoli. Hát, Zoli Kármán. A maga gacagás az életodáig. Szórakoztató utás. Jó van, hát akkor ez Zolikám, akkor köszi a játékot. Jó volt, jelentkezz még azért. Jó? Rendben. Csinálunk egy Zoli mappát is. Az első játékodból megcsináljuk a Zoli mappát, hogy legyen mit visszahallgatni. Azt nagyon szeretjük. Azért nagyon, van, szerintem szépen. Minden idők Ricsi mappáját is megdöntötted azzal. Köszönöm szépen. Jól van. Semmiképpen ne cseréljetek dílert, ez most nagyon üt. Jó? Megpróbálom. Jó, tehát ami így működik, azt meg kell tartani. Jó? Jól van. Köszönöm. Szevasztok. Ciao. Szia Zoli, hello. Hello. Boldogság, minden perc. Most akkor hogy állunk, gyerekek? Most egyet nyertünk. Tehát akkor egy kettő egyes rövid mini győzelem volt, és hoztuk az egy pontot. Persze. Uh-huh. Jól van. Fél Zoli minden idők egyik rekorder. Azért az meg vagy, mi történt az első játékban? Nem ment le a szignál. Nem ment le a szignál, és kimondta azt. Jó, már ott lehetett sejteni, hogy kivel szeretné játszani Zolival.
Tök jó. Egyébként van egy ilyen, nem is tudom, most egy ilyen, ennél ilyen reneszánsz ennek egy a játéknak. Ja. Tehát volt egy-két hónap, egy-két év, amíg már úgy kezdett egy kicsit elfáradni, de most úgy érzem, hogy olyan gyöngyszemeket találom. Jönnek az igazi egyéniségek. Jönnek az igazi egyéniségek, a legbátrabbak is jelentkeznek, és ettől ez a játék újra izgalmassá vált. Mert nem tudhatod, hogy kit teszünk adásba, és milyen gyöngyszemet találunk meg. Évekig mostuk az aranyot, mostuk, de nem találtunk. Ott álltuk a patak szélén, érted, fázott már rettenetesen a bokánk. Semmi nem jött, és hirtelen találtunk valami olyat, hogy hihetetlen. Igen, de Ricsik, Zolik és elképesztő játékosok jelentkeznek arra, hogy játszanak velünk, és hát nagyon szórakoztató. Na, jövünk vissza, és foglalkozunk a Csernobil minisorozattal, de nem spoilerezünk, tehát nem, tényleg nem mondjuk el, hogy milyen vége a Csernobil sorozatnak, és nem is magával a minisorozattal akarunk foglalkozni, meg azzal, hogy hol menj. Fölhívunk egy... Hát tulajdonképpen egy olyan szakértőt, aki átfogó képet tud adni arról, hogy mi történt a katasztrófa pillanatában, milyen geopolitikai helyzet volt akkor, Magyarország helyzete, hogy hát miért titkolóztak, mit tudtunk, mit nem tudhattunk arról, hogyan hazudtak, és valójában mennyire voltak tisztában a kockázatokkal, már ami az atomerőművet illeti, hogy működött a kommunista párt. Szóval nagyon érdekes, egy kicsit megpróbálunk a történet mögé nézni. Egyrészt ugye most óriási hype van megint Csernobil körül, nyilván a sorozat miatt, kettő bennünket is nagyon érdekel, hogy azért, míg a németek már zárták tényleg az ablakokat, és nem engedtek is egy gyereket senkit az utcára, miért volt az, hogy mi még vonultunk, integettünk, és egyáltalán mindenki óriási kamukban volt tartva. Aki nyilván tudja a kommunista párt működését, és érti, az tudja, hogy a terelés, a hazugság, a hazudás, és hát hogy is mondjam... A felelősséghárítás és azért az nagyon ment. És a félelem a testvértől, meg a következményektől. Meg a következményektől. Az önálló döntéseknek a következményeitől. Igen, ezt is nagyon jól mutatja be a sorozat, de mégis hát, ha kiderül egy-két olyan részlet magával, a katasztrófával és Csernobillal kapcsolatban, amit még nem tudtunk. Úgyhogy egy nagyon jól beszélő szakértőt hívunk mindjárt a hírek után. 5 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk mindjárt. Balázsi! Hét óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatóink. Itt vagyunk, nem elfelejteni, hogy pénteken kitelepülés, gyerekek, kitelepülés. Indulunk egy hopon-hopon busszal, volt jegyeket, bérletet, páros bérletet, napi jegyeket lehet nyerni, és hát ugye indulunk majd, ennél bonyolultabban ezt nem tudtuk megkapni. Bazilikától indulunk, és majd mondjuk a pontos útvonalat, hogy megyünk. Jó? Úgyhogy szólunk mindjárt Csics kolléganőnek, hogy küldj át nekünk. A megváltozott útvonalat, mert hogy van egy kis változásunk, igazából teljesen érthető okokból ugye nem megyünk át a Margit hídon, és azt szeretnénk kikerülni azt a részt. Tehát Bazilika, Széchenyi tér, Ferenciek tere, Várkert bazár, Batthyány tér, Szentgelé tér, Fővám tér, Andrássy út, Hősök tere, Nyugati pályaudvar, Bazilika. Ez a pontos útvonal, úgyhogy figyeljetek majd pénteken az útvonalat, ha kell, és van kedvetek, szálljatok föl a buszra, nyerjetek ajándékcsomagokat, volt bérletet, páros bérletet, napi jegyet, az egész Volt Fesztiválra szóló páros bérletet, tehát tényleg minden arról szól, hogy minél többen ott lehessetek a Volt Fesztiválon. Egy-egy megállót eljöttek velünk, utána a leszállóknak le kell szállniuk, jön a következő csapat, aki felszáll, de hosszúak lesznek a megállók, játékok lesznek, és tele vagyunk ajándékcsomagokkal, úgyhogy gyertek. Nagyon sok jó időnk lesz. Naposunk van, tehát hogy nem kell arra gondolni, hogy jaj, én biztos nem jutok be, mert tényleg nagyon sok jegyet viszünk, borítékos húzás lesz, de majd mondjuk a részleteket. Mondunk minden részletet, igen, tényleg jó lesz. M0-as, az M1 felé Dunahídi terelésnél autókamion találkozott, kezd dugulni. Üvegkarc eltávolító Ludovik küldte nekünk. Köszönjük szépen. Volt egy gyors kísérletem a konyhában, jelzem, 2 perc sok. Nem sikerült. De tojásfőzést, csak ennyit mondok hozzá. Kipróbáltam, hogy mikróban hogy lehet tojást főzni. Célszerszám, egy megfelelő eszköz nélkül egy kis pohárban, egy kis vízzel, stb. 1 perc. Még jó, 2 perc mások, de majd kitakarítunk. Jó, akkor egy ideig nem használjuk a mikrót. Na, gyerekek, hívjuk a szakértőnket. Nem is szeretem szakértőnek hívni, de ugye mindenki Csernobilról beszél, van egy baromi jó minisorozat az egyik csatornán, de nem is arról akarunk beszélni, hogy hol van meg, hogy nézzük-e vagy nem, hanem egész egyszerűen szeretnénk egy kicsit az ügy mögé nézni, tényleg úgy, hogy...
Mennyire alapos maga a sorozat, kik voltak ezek a karakterek, mi lett ezekkel a karakterekkel, mennyien halhattak meg valójában, mi volt a titkolózás, mi volt a katasztrófa oka. Nyilván nem nagyon tudunk spoilerezni, mert itt néhány hallgató írta, hogy nem mondjuk már el a végét számomra, teljesen megdöbbentően egyébként, hogyha elmondjátok, hogy emberi hiba volt, akkor tényleg nem hallgatlak benneteket többet. Írja valaki viccesen, de valaki tényleg megkér bennünket, hogy ne spoilerezzünk, mert ő még nem látott két részt. Szóval kicsit megpróbálunk az események mögé nézni, és hát baromi bonyolult és összetett nyilván a dolog. Mégis azonban a legfontosabb, hogy miért kellett titkolózni, miért sétáltunk még mi is, és sokan egyébként úgy az országban integetve, hogy már itt volt fölöttünk a felhő, hogy ebből mennyit kaphattunk, és hát valójában soha nem fog kiderülni az igazság, hogy hány rákos megbetegedés és hány haláleset köthető a Csernobilhoz, amit ugye nehéz is bizonyítani. Aki nem látta a sorozatot, hát annak elmutatjuk, ugye az 1986-os Csernobili katasztrófáról van szó, amikor is emberi hiba miatt ugye felrobban maga az erőmű, sokáig kamusztak, sokáig hallgattak, a világ nem tudja, hogy mi történt, és hát ez a brutális felhő, amit gyönyörűen van ábrázolva a filmben is egyébként, vagy a sorozatban, ez átúszott Európa felett, mi is kaptunk belőle. Anna egészen megdöbbentő dolgokat mondott még, hogy mire emlékszik. Most nem csak arra, hogy kint voltunk és integettünk, hanem milyenek voltak a levelek a Mátrában, júniusban, hogy lehullott a Mátra, hogy ekkora vargányák voltak, hogy Heves nagyon sokat kapott, Heves megye nagyon sokat kapott, ott eső is volt, hány megbetegedés volt azóta, kiket ismer, akik megbetegedtek. Szóval nagyon, nagyon kemény a dolog. Na, és hát megrázó nézni magát a sorozatot is. Elképesztően jó cikk van arról, hogy valódi vagy kitalált emberek voltak-e azok, akik bent vannak a sorozatban, és kiderül egyébként egy cikkben, hogy a legtöbb karakter valódi, és a legtöbb karakter az 3-4-5 éven belül egyébként vagy öngyilkos lett, vagy meghalt. A tűzoltó is valódi, a szemüveges szakértő is valódi, a kirendelt emberek is, a barátnője is, akinek megszületett a gyereke, 4 hónap múlva meghalt a gyerek, az újszülött gyerek azonnal meghalt, a tűzoltó is meghalt. Szóval, hogy egészen megdöbbentő. Egyfőre visszaemlékezések alapján írták a forgatókönyvet. Igen, és hogy hajszálpontos a történet. Na, itt van szakértőnk, Rácz András, hello András, jó reggel, ciao. Jó reggel. Szia. Stratégiai Védelmi Kutatóközpontnál vagy főmunkatárs, ez jól hangzik? Bizony. 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 Az, aki fele rendes. Stratégiai Védelmi Kutatóközpont. Mit csinálsz pontosan, András? Ez az intézmény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem alárendeltségében működik, alapvetően biztonságpolitikai előrejelzésekkel foglalkozunk. Na. Én magam posztszovjet térség szakértője vagyok. Minek? Bocsánat. Posztszovjet térség, Oroszország, Ukrajna. Posztszovjet térség, gyorsan mondtam. Te jártál is Csernobilban, ugye tudni, hogy túrákat szerveznek oda elég sokat. Igen, mi 2011-ben voltunk ott, még az akkori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel. Tehát egy néhány napos ilyen tanulmányi kirándulás volt, tanulmányi túra, néhány órát voltunk az erőmű területén, teljesen szervezett keretek között. És milyen oda menni, amiről az ember tanul, amiről olvas, ráadásul te szereted ezt a témakért szakértője, vagy milyen voltad? Figyelj, nekem igazából most itt a filmet nézve állt össze, hogy mennyire hihetetlenül pontos volt a film, mert csomó emléket visszahozott. Ugye ténylegesen néhány órát voltunk csak az erőmű területén, vannak ilyen szervezett túrák, el lehet oda menni, de rettenetesen óvatosnak kell lenni. Tehát pontosan oda szabad csak menni, ahova a helyiek mondják, mert nagyon kis területeken belül is nagyon tud változni a sugárzás. Teljes egészében úgy maradt a város, ahogy 86-ban hagyták, leszámítva azt, hogy az egészet kifosztották. És akkor egy dóziméterrel az ember megy a kezében és figyeli, hogy mennyit kap a szervezete? Hát tulajdonképpen igen, mi vittünk magunkkal a sajátot, ugye mégiscsak katonai tanítvény volt. Igen. De nagyon figyeltek ránk a helyiek is, tehát abszolút rendben volt, csak észnél kell lenni. Mennyire mehettél közel a tényleges történéshez? Ugye akkor még nem volt kész az új szarkofág, tehát amit néhány éve toltak a régi szarkofág fölé. Pár száz méterre a felrobbant négyes blokktól van egy látogatóközpont. A látogatóközponton belül volt egy ugyanolyan makett, amit a film legvégén is láttunk, ugye a bírósági tárgyalás jelenetében. Van egy ilyen szétszedhető makett, és akkor azon elmagyarázzák, hogy pontosan mi történt. Nyilván a látogatóközpont az kellően erősre van építve, ott belül is van doziméter, tehát az ember látja, hogy... És kint jelzett, vagy volt olyan határérték, amikor láttad, hogy na most olyan helyen vagyunk, hogy itt nagyobb a sugárzás? Egy picit nagyobb nyilván, de a helyiek vigyáznak rá, mert nagyon-nagyon-nagyon keveset voltunk ott kilépéskor. Ugye nyilván le kell pucolni cipőt, ruhát, minden ilyesmit. Nem összességében nem ijesztő, nem veszélyes.
ha az ember betartja a szabályokat. Azt mondják, hogy közben a természet nagyon szépen visszafoglalta azt, ami az övé, hogy medvék, farkasok, ugye nem csak Csernobil környékén, hanem más városokat is említettek egy cikkben, vagy területeket, ahol szinte, ami szintén lakhatatlanná vált, hogy nagyon érdekes, hogy közben a természet burjánzik, egy csomó olyan állat visszaköltözött, ami nincs ott, hogy az ember nekiindul, akkor látni medvét, farkas, szarvast, ebből tapasztaltatok valamit? Hát mi nem indultunk neki, ugye beszéltünk erről, hogy nagyon-nagyon észnél kell lenni azzal kapcsolatban, hogy az ember hová megy és hová nem. Mondták ezt, hogy nagyon-nagyon beindult újra a természetnek a virágzás, ugye semmiféle emberi behatás nincsen, bár ez se igaz. Tehát néhány száz ember visszaköltözött a zónába, ugye körülbelül 300 ezer embert telepítettek ki a baleset utáni hónapokban, a Pripyat nevű nagyváros, ugye teljesen kiérítették, és sok-sok apró falut, tanyát ledózeroltak és szó szerint eltemettek. Annak érdekében, hogy a sugárzást azt valahogy moderálni lehessen. Akkor próbáljunk kicsit az események mögé tekinteni, tényleg, hogy megértsük az összefüggéseket. Hogy van az? Ugye a sorozatról most csak abban az értelemben tudunk beszélni, aki látja, az tényleg és ismeri a történeteket és olvassa, az ugye tudja, hogy tényleg hajszál pontosan ábrázolják a karaktereket, a történéseket. De hogy kicsit jobban megértsük magát, a kommunista párt működését és az egészet, hogy van az, hogy napokig, hetekig titkolóztak, hogy a világ nem tudta, hogy mi történt, hogy mi is, és számos más ország is vidáman felvonult, integetett, kaptuk a felhőt, kaptuk a sugarat, kaptuk a dózist, hogy senki nem szólt, és senki nem mondta. Ehhez meg kell érteni magát, hogy működött a párt, ugye? Igen, ennek a rendszernek része volt, a titkolózás része volt az, hogy eltagadják a hibákat, ugye annak érdekében, hogy ne kelljen beismerni, hogy milyen alapvető strukturális bajai vannak ennek az egész rendszernek. És ugye, ami a pártot illeti, ugye a Szovjetunió kommunista pártja egy irdatlan méretű szervezet volt. Tehát a birodalom vége felé több mint 2 millió ember dolgozott a pártaparátusban, az összesen kb. 300 millió szovjet lakosságból. Ez rettenetes mennyiség. Tehát gyakorlatilag az államigazgatása párhuzamosan volt egy párt igazgatás is, amiben hát nyilván az emberek nem feltétlenül a saját személyes érdemeik alapján mentek előre, hanem ahogy egy bürokratikus struktúrában előre lehet menni, rettenetesen kontraszelektált volt. Igen, és hát ugye az volt a jellemző, ugye, amit nyilván te is mondanál, hogy maga a szocialista mentalitás az egyszerűen arról szólt, hogy hozzon más döntést, hogy hárítsuk a felelősséget, hogy hazudjunk, hogy ne ismerjük be, hogy egész egyszerűen nem mondjuk ki, hogy mekkora baj, vagy ha ki mondja, akkor mondja ki valaki más, csak ne nekünk eljön. Mondja ki valaki más, pestiesen fogalmazva vigye el valaki más a balhét. És azért különös időpont a csernobili baleset, és nagyon jól ábrázolja a film Mihály Gorbacsov pártfőtitkát. Ugye Gorbacsovot úgy szoktuk emlegetni, mint a nagy reformer, aki megpróbálta megmenteni a Szovjetuniót, glasnost, perestrojka, mi egymás. Ez igaz, de csak később. Ugye Gorbacsov 85-ben kerül hatalomra, és eleinte még azzal próbálkozik, hogy ne változtassunk semmit, működtessük egy picit hatékonyabban, és akkor ez majd jó lesz. A Csernobil filmben még ezt a korai Gorbacsovot látjuk. Akinek igen, nem állt érdekében sem elismerni, sem beismerni. Igen, igen. Képzeljétek el, hogy az a kép, ami a Szovjetunióról van, hogy óriás hatalom, minden rendben van, az hogy sérül egy ilyennél? Igen. Tehát nem is mondhattad, hogy más volt. Ők végül beismerték, tehát elmondta, vagy a világ szólt, ugye tudjuk, hogy a svédek valaki jelezték, hogy oké, gyerekek, itt a felhő. Akkor valaki előállt és elmondta, hogy igen, fölrobbant Csernobil, vagy még mindig csak tereltek az oroszok, és azt mondták, hogy hát igen, történt egy kis reaktor baleset. Utóbbi, tehát ezeknek a rendszernek az a logikája, hogy ha be is kell valamit ismerni, mert a világ rájött, akkor is a lehető legkevesebbet ismerjük be, akkor is úgy beszéltek róla, hogy alapvetően minden rendben van, uraljuk a helyzetet, tehát mindig csak tagadni mindent, és mindig csak a lehető legkevesebb, legszükségesebbet beismerni. A világnak elég későn mondták el, hogy tulajdonképpen mi történt. Az is benne van egyébként, hogy a legjobb hozzá kell tenni azért, a baleset utáni körülbelül egy másfél napban még nem igazán tudta senki, hogy mi történt. Ami része volt ugye az egész rendszer működésének, Gorbacsov meglehetősen későn kap teljes képet. Hogy valójában mi történt, miközben nyitott reaktorként ömlött Európába, Magyarországra az a sugárfelhő, ami ugye hát ott van a sorozatban, hogy az nyitva ömlik. Ömlött ránk. Hozzá kell tenni azért, hogy az elsődleges kihullás az észak irányba ment, tehát a legtöbbet a szennyezésből a mai Belarusz területe kapta, ugye a Belarusz köztársaság területe, nagyjából az ország 20%-a szennyeződött el. Az igaz, hogy még az ott dolgozók se tudták pontosan az első pillanatokban, hogy mekkora persze, a baj? Persze. Ugye fontos tudni, hogy itt nem atomrobbanás volt. Tehát ez nem olyan, mint a Hiroshima, hogy gomba felül meg ilyenek. Itt 2 darab hagyományos robbanás volt, ami szétvetett egy atomerőművet.
Na de sokszorosa a Hiroshima-inak maga a hatása. Ez benne van a sorozatban is, hogy az a mérgezés, a sugárzás hatása sokszorosa. A robbanás ereje nem, de a sugárzás mértéke sokszorosa a Hiroshima-i atombombának. De hát ugye ez az kellett, hogy először is meg lehessen mérni a sugárzás erejét. Ezt nem gondolom, az erőműben elmondták a film tűpontos ilyen szempontból. Először azok a sugárzásmérők, amik megvoltak, ezek a kis kézi doziméterek, ezek úgy azonnal mutatták a maximális értéket, és nem volt olyan eszköz, ami ténylegesen meg tudtam oda mondani, hogy valójában mekkora az a sugárzás érték. És hülyen mutatja a sorozat, hogy elromlott a sugárzásmérő, hozzá még egyet. Vegyük ki a széfből, az is biztos. Kiveszik a széfből a maximumot mérő, az is kiakad, és azt mondják, hogy az is elromlott. Összehányják magukat a munkatársak, azt mondják, beteg vagy gyomorrontás. Tehát, hogy az egész mentalitás egyébként tényleg megdöbbentő. Ránk ez milyen hatással volt, soha nem fog egyértelműen nyilván kiderülni. Nagyon nehezen bizonyítható, hogy most a pajzsmirigy betegségekben szenvedők, a különböző rákos megbetegedések hány százaléka köszönhető Csernobilnak. Azért mi is nagyot kaptunk belőle annak ellenére, hogy még mi májusban vidáman integettünk a felvonuláson. De volt erről egy statisztika egyébként, hogy abban az időszakban megugrott az ilyen típusú megbetegedéseknek a száma? Figyelj, ezt én őszintén nem tudom. Budaságokat beszélni meg nem szeretnék. Aha, tehát, hogy az orvosi része az nem tudod, érdekes lett volna egyébként, hogy mennyit kaptunk belőle. Azért az is milyen durva, amikor ugye ábrázolják a tűzoltókat, hogy valójában ők is oda mentek, hogy egy hét múlva meghaltak, hogy a helikopter, ami megpróbált oltani vagy fotót csinálni, az belezuhant a reaktorba. Tehát, hogy mekkora volt a baj? Ez egy érdekes részlet egyébként, borzasztó nyomasztó részlet. Ha az ember elmegy a Csernobil erőműhöz, van egy, még a bejárati úton van egy külön emlékmű a tűzoltóknak. Ugye, mert először nem tudták, hogy széthasadt a reaktor, azt látták, hogy valami ég, ha valami ég, kit küldesz a tűzoltót. Semmiféle felszerelésük nem volt, meghaltak mindegy szálig. Maga a film egyébként, van egy Svetlana Alexievics nevű belorusz írónő, 2015-ben Nobel-díjat kapott, van neki egy remek könyve, a Csernobili ima, ez megjelent magyarul is. A film első néhány epizódja az az Alexievics könyvre épül. Tehát az, hogy a tűzoltó történetével kezdődik, végigköveti ennek a szerencsétlen tűzoltónak a családját, hogy a felesége hogy viseli ezt az egészet. Ez az Alexievics könyv. Nagyon-nagyon érdemes elolvasni. Hát nem egy vidám olvasmányos sejtjük. Alexievics interjúzott rengeteg túlélővel, mérnökökkel, sugárbiológusokkal, egyszerű likvidátorokkal, helikopterpilótákkal. Tényleg nem egy könyv. Hát és ott van ugye a Valéri Legaszov karaktere, aki ugye rögzíti szintén a Csernobilról tudottakat, és mielőtt öngyilkos lesz, ő fölmondja egy magnetoforra a katasztrófáról ismert katasztrófa tényeit, ami kevésbé ismertek, majd öngyilkos lesz. Őt rendelték ki, a Legaszovot ugye, hogy próbálja kezelni a helyzetet. A katasztrófa után 3 vagy 4 évvel felakasztotta magát a lakásában. Ő is egy valós karakter egyébként, eddig tudott megbirkózni. Én az első epizód után elkezdtem fényképeket keresgélni az interneten, és az a döbbenetes, hogy még arcra is hasonlítanak a szereplők a valódiakhoz. Tehát Legaszov is hasonlít, Gyatlov, ugye a főmérnök, és tehát egészen hihetetlen munka van ebben a sorozatban, hogy mennyire pontos. Azt tudjuk, hogy valójában csak röviden nem akarok nagyon szakmázni, meg nem is a területünk, de hogy nyilván ez egy szimuláció volt, valamilyen vészhelyzetet szimuláltak, csak ott aztán elszabadult és rossz döntések sorozata vezetett odáig. Ugye, tehát valójában meg sem kellett volna, hogy történjen, ha ők nem szimulálnak rosszul ott valami vészhelyzetet. A balesetet úgy szokás modellezni, hogy mintha sok-sok kapu lenne egymás mögött, és mindenki kell nyílni, hogy baleset történjen. A szimuláció során, a gyakorlat során az összes létező szabályt megszegték, tehát rengeteg ilyen szimbolikus ajtót kinyitottak a baleset felé vezető úton. Viszont volt ott még valami, amiről nem tudott senki. Ez pedig az erőműnek egy alapvető konstrukciós hibája. Igen, hogy már a tervezés miatt. Igen. Ez a konstrukciós hiba párosulva az összes létező biztonsági szabály megszegésével elvezetett egy robbanáshoz. Kiállt valaki valaha azóta, akár Gorbacsov, vagy a későbbi vezetők az ország elé, a nyilvánosság elé, a európaiak elé, és kért valaki valaha ezért elnézést, vagy ismerte be, vagy vallotta be Oroszország bűneit ezen a területen, vagy téren? Ez nem Oroszország bűnei, ez a Szovjetunió. És a Szovjetunió, bocsánat, igen, a Szovjetunió, persze. Tehát ilyen értelemben Moszkva részére, bocsánat, kérdés, nem történt, nagyon sokat beszéltek róla, Gorbacsov rengeteget beszélt róla, de 90-es évek Oroszországának ugye más bajai is voltak, de Ukrajnában is, Belarusban is ez része volt a politikának, erről beszélnek, hát annyira sűrűsen érintette az országot, hogy muszáj volt foglalkozni vele. Tehát a Szovjetunió felbomlása után ez a
kommunista pártra jellemző tagadás, ez megszűnt. Hát azért ez nagyon durva egyébként. Tervezel még oda menni, vagy egyszer az embernek ez elég? Egyszer elegendő volt, köszönöm szépen. Vannak, akik visszajárnak, mi is beszéltünk olyan hallgatóval, aki évente megy, vagy két évente megy. Nagyon perveznek. Nagyon perveznek kell lenni. Igen. András, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hallgatnánk még sokáig, csak közben nekünk mennünk kell, de nagyon érdekes volt, amit mondtál. Nagyon tényleg. Hát mennyi ember életbe került, ugye ez a legszomorúbb, és micsoda hazugságok, és micsoda megnyomorított életek, amikről aztán hát soha nem is fogunk tudni. Hány láthatatlan szereplője van és volt még ennek a történetnek, akik a mai napig, hogy is mondjam, hát viselik ennek a keresztjét, ugye, és vesztettek el hozzátartozókat. El kell olvasni Svetlana Alekszijevics könyvét, az tényleg jó. Mi a címe? Mond még egyszer, kérlek. Svetlana Alekszijevics, Csernobili ima. Csernobili ima. Hát aki érdekelt ebben, vagy szeretni, az olvassa. Annás, nagyon köszönjük, érdekes volt, jó munkát neked. Hívunk még a témában. Jó, ha van valami új. Nagyon szépen köszönjük. Ciao, ciao. Köszönjük szépen. Milyen jól beszélt, nem? Nagyon jól beszélt, igen. Rácz Andrásnak köszönjük szépen. 2 perc a pontosan, 7:30, egy kicsit vidámabb történettel megyünk tovább. Lehet. Mert hogy a Mávos sztorinak folytatása van. No. Megnézzük, mi történt. Így van, folytatódik a Noha bakta. Ha kinyitjuk a Noha baktát a Csernobil akta után, jövünk mindjárt. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva a Csernobili katasztrófával foglalkoztunk, hívtunk egy szakértőt, olyan érdekes dolgokat mondott el nekünk, és hát egyébként tök izgalmas, amit ír egy hallgató, hogy az orosz-szovjetek mentalitása semmit sem változott azóta, a Putyin sajtó már arról cikkezik, hogy a film hazudik, és a CIA szabotázs akció volt. Egyébként Csernobilban ez egy létező történet, hogy ők most arról akarnak forgatni, hogy bemutatják, nyilván elsősorban az orosz közvéleménynek, hogy ez egy CIA szabotázs akció volt, és a romló, rothadó nyugat okozta ezt egyébként, hogy felrobbantották az erőművet. De egy másik történet is nagyon jó a sorozattal kapcsolatban, hogy ugye hát nézik mindenhol a sorozatot, és van egy színésznő, akinek az volt a baja, hogy nagyon jó a sorozat, és tényleg nagyon klassz, de azt kifogásolta a Twitteren, hogy azt írja, nem tudom, annyi remek színes bőrű színész van az országunkban, akik nagyon jók lettek volna Csernobinban. Csalódott vagyok, hogy egy újabb sikersorozat tesz úgy, mintha nem léteznének színes bőrű emberek. Nem szép tűnik, hogy kihagyták. Egyébként tényleg nem szép. Komolyan. Tényleg nem szép. Igen, ő Carla Marie Sweet nevezetű angol színésznő, aki volt annyira okos, hogy ő kifogásolta, hogy nincs benne elég fekete. Hogy mi a helyzet a színesbőrű színészekkel, miért nincs benne. Diszkriminatív. Diszkriminatív egyébként. Tényleg diszkriminatív. Jevgenyi Igraszov, a híres fekete bőrű, hogy hívják, tudós? Hát most. Ez öngyönyörű, amikor nagyon okosat akarsz mondani, posztolsz egyet a Twitteren, és darabokra szednek, nem? Tehát, hogy miért nincs benne? És egyébként tényleg, egyébként jogos a felvetés, hát szemetek. Szóval azért találtak volna valakit egy fekete tűzoltót. Vagy a kommunista párt egyik, nem tudom, pártitkárát. Na, egyéb... szép lett volna. Ott állt volna, érted. Amerikában jött át, és beépült a kommunista pártba, és ott volt. Szóval, hogy hát nem. Hát vagy miért nem Gorbacsov, egy fehér folttal a homlokán. Igen. Na, oké, ennyit erről, vicces volt ez a poszt, mert hát ez tényleg az emberi hülyeség nincs hatás. Képzeld, hogy egy színésznő, akinek azért úgy kellene, hogy legyen valami minimális olvasottsága, hát, vagy rálátása azért az elmúlt 20-30 év európai történelmére. Nagy mértékben támasztodik a forgatókönyvekre. Nem annyira a háttértudásra, hanem inkább a forgatókönyvekre. Egyébként azt ugye András is, Rácz András is mondta, hogy mennyire tűjéles pontosságú a sorozat, és Marai az egyik kedves hallgatón küldött át fotókat a szereplőkről, meg ugye a korábban élt létezett személyekről, akiket aztán ezek a színészek megformáltak, és vannak köztük olyan képek, amik konkrétan tárgyalásokról és meghallgatásokról készült annó, és ezeket, de még úgy olyan szempontból is, hogy mondjuk a függöny, ami a szereplők mögött van, még a függöny is egy-egybe ugyanúgy néz ki, aztán mint ugyanúgy az eredeti fotókkal. Ja, egy különbség van, fél fordított sorrendben ülnek, igen, és nincsen, de nem mondanád meg, hogy melyik és az nincsen eredeti. Time code alatt. Nagyon durva, és elolvasod az utóéletüket, akkor azért abból is látszik, hogy hát nem tudod, hogy egyértelműen a végrendeletüket írtak alá azzal, hogy oda mentek segíteni. Na, viszont hát mit nekünk Csernobil, ugye? Van itt baj elég. Van itt baj elég, kérem szépen. A Mávos történetünk folytatódik, és hát figyeljetek, tényleg nincsenek rá szavak. Milyen emberi, milyen érzelmes, milyen megható. Igen. Ugye történt tegnap... Melyik rész? Már ne haragudj.
történt hétvégén, hát valaki nem hallotta, hogy egy Nohabot, ami a Nohab ugye egy mozdony, és ezt a Nohabot, ez egy ilyen kis nosztalgia vonat, indult volna Székesfehérvárról, mint amit Tapolcára, két mozdony vezető ugye összeveszett, mert nem tudták eldönteni, hogy kivezesse a Nohabot. Felvonuló tömegek, majális gyerekek, mindenki szeretett volna felszállni a nosztalgia vonatra, ám a mozdony vezető egyszerűen dúltak, megbicskázták egymást, verekedtek, hogy már pedig én vezetem a Nohabot. Nem ebben egyeztek meg, Balázs, most elviccelad a dolgod, de itt egy nagyon-nagyon komoly dologról van szó. Az egyik cég adta a vonatot, a másik cég pedig adta a mozdonyvezetőt. Ez volt a deal, ezt beszélték meg. Helyett mi történt? Egy Nohab volt, és két mozdonyvezető, micsoda összeférhetetlenség. Ezt tegnap megbeszéltük, ugye, csak azért mondom, mert hát valaki nem hallotta, lecsatolták a Nohabot, senki nem ment sehova, elvitték a nosztalgiavezetőt a Nohab nélkül, síró gyerekekkel. És aztán ugye ez ma folytatódott, ez a történet, vagy hát utána, mert hogy kiderült, hogy ugye megtörtént maga a vita, hogy kivezesse a vonatot, és hát a férfi bezárkózott a vezető fülkébe, ahova nem engedte be a társát, ez még az eset folytatása, akinek hivatalosan vezetni kellett volna a járatot, ami miatt egyébként nem indult el a történet. Micsit, kavicsal dobálod az ablakot, engedj! Hétfőn végül is aztán esélye nyílt vezetni ugye ezt a kis csodamozdonyt. Kora este épp egy vasúti pályát vizsgáló mérőkocsit szállított, amikor megtudta, hogy előző napi magánakciója miatt kirúgták emberünket, tehát ő azért hétfőn föl tudott ülni a Nohabra. Igen. Megállt. Mert még a vizsgálat folyt. Mi a normális emberi reakció ilyenkor, tessék? Elvontatod valahol vonatot, megállsz egy megállónál, leszállsz és kérsz egy pótsofőrt, aki vezet őt, aki ugye elviszi valahova. Ő azt mondta, hogy igen? Ki vagyok rúgva? Én? Én? Velem szórakoztok? Megállt ott, ahol van, Pécs külváros valahol, egy fővágányon, igen, egy fővágányon, majd nemes egyszerűséggel fogta magát, és elsétált. Azért, mert őt megbántották, mert az ő kis lelkét megsértették, és erről beszéltem, amikor azt mondta, hogy nagyon emberi, nagyon érzelmes, nagyon szép történetről van szó. Ő bedurcizott, azt mondta, hogy velem, ti ezt nem csinálhatjátok meg, akkor nem vezetem ezt tovább. Ott hagyta a mozdonyt, ott hagyta egyébként a mérőkocsiban dolgozó teljes személyzetet, minden figyelmeztetés nélkül egy fővágányon ott hagyta a vonatot. Jött a többi vonat, és mondták, hogy állj, Nohab, és kocsik vannak a pályán. Igen. Kerülnünk kell. Ismeretlen tárgy van. Nagyon oda sinem, hogy kerülsz, az ugye nem úgy van, hogy kicsit arrébb rántod a kormányt, és elmész, úgyhogy kellett B-verziót találni. Azt tudjuk, hogy a csávó a kulcs, mert biztos van kulcsa egy Nohabnak. Hát és nem vezetheti akárki, tehát egy Nohabot már nagyon kevesen vezetetnek Magyarországon. Vagy elvitte a kulcsot, vagy beletörte. Igen. 15 órát állt a nyílt pályán egyébként a kocsi, amit kerülgettek ott az egyébként utasforgalmat bonyolító ugye hát mozdonyvezetők. 15 óra után megérkezett a pót sáfiőr, mint egy jóféle sofőrszolgálat. Hogy nem kettő érkezett meg, mert lehet, hogy összevesztek volna kettő rajta. Kettő jött, képzeld. Kettő jött? Igen, Budapestről kettőt küldtek. És nem vesztek össze, ugyanakkal a cégtől nem, küldték. Így van, ugyanattól a biztonság kedvéért küldtek már kettőt. És megbeszélték, hogy fél útig egyik vezet fel, na, úton, igen, meg a másik. Van, mert biztonságból már kettőt küldtek, nehogy összeveszés legyen belőle, és aztán az egyik megsértődjön, érted? És aztán a másik is, és a mérőkocsi is ott maradjon a sineken. A sztorihoz hozzátartozik, hogy az embert nem rúgták ki tegnap. Még nem, csak meglebegtették, hogy hát ennek lehet, hogy kirúgás lesz a vége. Igen. Majd akkor én elintézem, aha, majd hogy én az legyen. Megyek a dolgoknak. De miért akkor tudatják vele, amikor egyébként ő úton van? Tehát ez a legrosszabb. Hát tehát ne akkor tudassák. Hát rossz, ez egy nem onnan. Egy fél infót van, megkapta a Józsi nagy baj. Híradó, tehát hogy itt nem hivatalosan jelezték neki, hanem valószínűleg hallotta valahol, és egyébként ráadásul simán lehet, hogy mondjuk a rádióból hallotta, szólt rádió, tudod, és két sláger között jönnek a hírek, és elmondják, ugye, és azt mondta, hogy így van, hogy... Igen, engem aztán érte, beúszta a kéziféket, és a többi kollégának a legnagyobb megdöbbenésére leszállt, és elment, és Dezső, hát ne csináld már ezt, ha megy el, hello! Hát ért, engős város a család ebédre. Ne menj már, hova megy? Szálljál már meg, mit csinálsz? Kézzed, amikor látod, áll a vonat, így kinéz, és látod, hogy mászik le a mozdonyvezető. És elsétál. Mit csinálsz? Mit húzzak? Mit toljak? Melyiket nyomja? Hülye vagy, ne menj már! És a mérőkocsiban melósok? Nem gyanúsan sokan állunk? Sokat állunk itt? Jó. Nem kell már próbálni menni. 5 óra, 12 óra. Túl óra pénz van.
Igen. Felfüggesztette magát, mint Fidesz a néppártban. Na, igen. Valaki, őt nem fogják kirúgni. Ő felfüggeszti saját náló, magát. Lép. Majd ő lép, ő megelőzte egyébként a kirúgást. Egyedi szempontok alapján értelmezte. Tehát ez munkaköri veszélyeztetés azért, ez egy komoly pert vonhat még maga után. Tehát 15 óráig azért otthagyni a nyílt pályán, ott Pécs külvárosában valahol egy vonatot. Úgyhogy jönnek, az, mennek egyébként. Az nem szerencsés. Az nem szerencsés. Kerülgették a vonatok. De mit tud ez a nohap, hogy ezt senki nem tudja vezetni? Hogy ez ilyen kitüntetett történet. Hát biztos külön kell, tehát egy átlag vasútas nem vezethet nohabot. Az biztos valami profi kell hozzá. Egyébként hát, szerintem a csávó tökös. Tehát, hogy ez a fajta önérzethez kellene minden munkavállalónak. Vele nem szórakoznak. Szerintem ne üsd tovább. Egyrészt először is akarta vezetni a vonatot. Valaki ott volt, nem engedte. Majd utána még ki is rúgják, pedig ő a mávot és a vonatvezetés képviselte. Ő a nem engedős. Ő nem az, aki... Hát de ő, oda küldtek még a nyakára valakit. Az hát, is igaz. Hát ő akarta vezetni, megjelent, hogy felvegye a munkát, ráküldtek még valakit, az meg megjelent, bezárkozott a fülkébe, hogy én ezt a vonatot nem adom át. Már pedig ez az enyém. Lopper Dani, MÁV ZRT kommunikációs igazgató itt van velünk. Hello Dani, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Zajlik nem az élet! Nem oda küldtek valakit, itt egy startos kollégának kellett volna átengednie a mozdonyt, ugyanis a MÁV start végzi ugye a személyszállítást. Akkor mit keresett ott a másik? Hát a MÁV-é volt ugye a mozdony, tehát hogy ez egy ugye jogilag két külön cég, a MÁV-é a mozdony, viszont csak a start végezhet személyszállítást. Ugye Székesfehérvárig elment egy egyébként menetrend szerinti járat Tapolca irányába, és Székesfehérváron volt, mert onnantól kezdve már csak dízelmozdony tud vontatni, mert az északi parton ugye nincs... De ez most melyik sztori, Dani? Várjál, most miről? Most te még a vasárnapiról beszélsz, a két vezetőnek a küzdelméről? Igen. Hát azt megbeszéltük, ott... igen. Hát azt ott az egyik végül is nem vitte el a vonatot, hanem lecsatolták, és elment egy sima vonat. Ezért kellett volna a robotpilótával küldeni. Ezért folytatódott, igen, egy másik mozdony. És ez aki most otthagyta a vonatot, hogy tudta meg, hogy kirúgták? Én nem tudom, hogy tudta meg. Ugye ennek a körülményeit nem ismerjük. Ő tudja ezt, hogy pontosan mi történt. Én azt gondolom, hogy ebben egy gyors döntés született. Ugye azt is fontos azért tudni, hogy én úgy látom, hogy a mozdonyvezetők részéről is ez a történet elég kellemetlen. Nem hiszem, hogy egyébként ez a mozdonyvezető társadalmat jellemezni ez a történet. Ez egy egyedi eset, amely szerintem egyébként nem jellemző. Jó, ezt most nem kell kimagyarázni, Dani, hát ez most ez megtörtént, most ezt nem, de tudjuk, hogy nem minden mozdonyvezető megy el. Tehát... Nyilván kellemetlen nekik a történet. Hát meg nektek is. Így van. Meg most próbálsz, nekik, ez nektek is, és a MÁV-nak is. Hát próbálsz most finoman fogalmazni, nehogy leszálljanak most itt a mozdonyvezetők. Az aktuális járatukról is ott hagyják. És ő tényleg elsétált? Tehát ő vette egy nagy levegőt, ott hagyta, elfordította a kulcsot, vagy lenyelte, azt mondta, hogy jó, akkor eddig nem tovább, és ott hagyta a nyílt pályán a vonatot? Hogyan, én is ezeket az információkat hallottam, hogy ez történt. Ugye nyilván balesetveszélyes helyzet nem alakult ki. Dani, lépje ki egy kicsit a kommunikációs igazgató szerepéből, és fogalmaz egyszerűen, igen, ott hagyta. Az, hogy így tett, az szerintem egyébként az ő elbocsátását inkább alátámasztja. Tehát, igen, hogy jogos volt. Az, hogy miért volt ezzel az emberrel nehéz együtt dolgozni, és mert nem lehetett együtt dolgozni. Azt gondolom, hogy ez a tegnapi történet, ez alátámasztja azt, hogy jó döntést hoztunk. A MÁV startnak is van kommunikációs igazgatója? Mert ugye te mávos vagy, de ez vagy ez nincs, egy... Nincs. Tehát, hogy te ezt így együtt kommunikálod. Jaj, de jó fej, hogy elvállalt. Magadra rántottam. Annyira jó. Figyelj, és akkor a többiek kerülgették, a többi vonat kikerült ezt a kis aranyos nohabot, meg a kis szerelvényeket? Hát azt lehet mondani, hogy igen, hogy reagáltak erre a nem várt helyzetre, és ki kellett kerülni. Igen. Ilyen esetekben egyébként van egy ilyen később ilyen utókezelés, hogy leülnek a mozdonyvezetők pszichológusokkal, átbeszélnek a dolgok. Egyébként van, ugye nyilván a mozdonyvezetőknél azért nehéz, mert egy esetnek ugye balesete történik, akár elütnek valakit, akár valamilyen közúti balesetbe vesznek részt, elütnek egy autót, stb. Tehát ezek után mindig van pszichológus segítség, amelyet fizet a cég. Azt gondolom, nyilván a mozdonyvezetőknek a munkáját ez nehezíti. Tehát ez egy nagy felelősség, és nyilván erre jól oda kell figyelni, hogy az ezzel járó terheket is
kezeljék náluk. És akkor van egy ilyen anonim mozdonyvezetők a köre, ahol ülnek. Egy pszichológus egy mappával a kezében, és hallgatja végig a mozdonyvezetőket, akik ott ülnek, no, habos pólóban. Igen. A Laci vagyok, és engem nem engedtek vezetni. Igen. Csak láttam, csak megérítettem. Figyelj, és miért az volt a megoldás, hogy a vasárnapi nosztalgia vonaton végül is senki nem ment a nohába, hogy lecsatolták. A két sofőr nem tudta eldönteni, vagy egy vezető. Oké, de aztán ugye a megoldás az lett, hogy na jó, akkor senki nem megy a nohába. Hát hoztak egy tartós, ugye hoztak egy tartós mozdonyt, tehát így kvázi így nem tovább ez a reggeli járat. Ugye ezt a nohamos emléktúrát ezt ugye újra szervezzük, tehát szombaton azok, akik kimaradtak, azok nyilván, hogyha előrejelzik, akkor jegyváltás nélkül tudják igénybe venni, amit a szombat reggel szeretnénk. Ugye ez a nohab, ez egy fontos dolog, tehát nem tudom, hogy erről mennyire hát volt szó. Hát ezért verekedtek össze a vezetők, mert azt nem vezeti akárki, ugye persze. Ugye vannak nohab rajongók klubja, tehát... Hát igen, ott voltak vasárnap. Velük ti nem akartok bajtokat. Mi velük vagyunk. Bár nem tudom, hogy mennyire szorogjak attól, hogy 5 éves gyerek nohab rajongó. Ez legalább annyira megijeszt, mint amennyire aranyosnak gondolom. Tehát... Nem csak 5 éves gyerekekről van szó. Tehát, abszolút, hát tudom. Azért mondom, hogy érzitek, hogy a maga mozdony körül kialakult egyfajta... Nem, a nohabosokkal nem merünk tengelyt akasztani. Tálibos témát bármikor behozunk. De értem, hogy a feldühödött tömeget át akarod irányítani a rádió egy székházához, de egyelőre a MÁV székházat akarják megrohamozni. Egyelőre a vasárnapi túra miatt, tehát hogy inkább minket itt kaptuk. Ezzel kapcsolatban tényleg azt tudjuk mondani, hogy szombaton újra szervezzük, és figyelünk arra, hogy kielégítő szolgáltatást kapjanak. Na jól van. Hát köszönjük szépen. Drukkolunk azért, hogy legyen pár nap eseménymentes szolgálat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó hétvégét. Jópi. Ciao, ciao. Hello, hello. Hello, hello. Gyerekek. Elintézhetünk volna magunknak egy nohabozást. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Ne. Felé, hát az élet alává akarsz oda feljutni, nem akarunk belekeveredni. Igen. De valamilyen ilyen posztkommunista kommunikációs rendszer azért még mindig felelhető, nem? Ezekben a szegény kommunikációs vezetőkben, hogy hárítunk, magyarázunk, nem elsétál, csak ment, de nem úgy, de leszállt, igen, de nem mondhatom ki, hogy igen, elsétált, hogy akad a falat a torkán. Hát persze, menteni kell a menthető gyerekek. MÁV szóvivőnek lenni, az hát... Szóval, hogy én gondolkozom rajta, hogy kipróbálom. Ugye, egyszer, ugye. Igen, mert azt gondolom, hogy hogyan tudsz kihozni, milyen kommunikációs fordulatokkal tudod ezt úgy megmagyarázni, hogy valójában nyugtass, hogy valójában azt mondod, hogy minden a lehető legnagyobb rendben történt, csak kerülgettek a vonat, akkor ott egy nyílt pályán valamit. Na, a csávó meg elsétált. Hát ki ne gondolta volna már azt, hogy ez csak leteszi a lantot és elsétált. Csak nem állsz bele egy sikersztoriba, vitele, érted? A Puskás Akadémia szóval, csak nem akarsz lenni, érted? Nem, ez a kihívás. Na, hát ez, MÁV szóvivőnek lenni. És megmagyarázni azt, hogy mi az Isten van egy ilyen vonatba, ami miatt itt a mozdonyvezetők, az emberek, a rajongók, a mindenkit ölik egymást. Szegény Dani próbált erre menni, hogy milyen nagysága a nohabnak, de... Legközelebb ott leszek, már fogvédőt bekészítettem a nohab túrán. Resti kocsiban kér kávéra tejszín, nohab. Na jó van, gyerekek, hát ez a tegnapi történet folytatása. De hát ez izgalmas. Oké. Na jövünk mindjárt akkor. Jó, folytatjuk. 3 perc van pontosan 8 óra. Itt vagyunk a hírek után. 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Hatalmas baleset az M3-ason. Az autóvel Miskolc irányába az M30-as felhajtónál. Gyerekek, olyan képet kaptunk. Egy kamion lóg le a felüljáróról. Teljes pályazár, útzár. Az egész sávot elfoglalva. Baleset, mentő helikopter, óriási. Az sokáig fog tartani. Igen, a kamion átszakított ugye a felüljáron a korlátot, a fülkelóg lefelé, aki teheti, kerüljön, mert teljes pályázár, óriási dugó. M3-as, M36-as Miskolc felé. Jó, ez fontos, az sokáig fog tartani. Gigadugó az M0-ás, az részén az M5-ös felé, Újpest irányából Maglottól 45 perc, és még csak Alacskánál vagyunk, úgyhogy ott is óvatosan. Oké, gyerekek, na, röviden az időjárásunk, milyen lesz, Ferenc? Nagyon jó. Az időjárás jelentés támogatója a Dom Pepe Wiener Schnitza. Pizza feltétes óriás bécsi szeletek. A szegediek, a szegediek tartsanak ki, tehát szakad az eső, egyébként mindenhol szikrázó napsütés, nem tudom, ott mi történik. Na,
Hát igen, a vasutas történetet megbeszéltük. Uh-huh. Érdekes ugye a sztori, azért írják, hogy megnyugtató, hogy milyen komoly felelősség teljes emberekre bízza a MÁV a vasútvezetés. Ugye, hogy embereket szállítanak, vigyáznak ránk, közben emberünk ugye elsétál. De hát mit nekünk vasút, gyerekek? Mit nekünk MÁV? Mit nekünk noha? Amikor az interneten újabb őrület hódít, és van esély azoknak, akik reménykednek, mert hogy elindult egy, nem is kihívás, egy újabb őrület, ami a Jel King névre hallgat, nem tudom, hogy hallottátok-e? Jel King, fiatalok százezrei. Fiatalok százezrei hát próbálják. Ezért nem hallottunk róla. Igen, ez már nekünk elment, ez a Jel King. Próbálják megtanulni, hogy hogyan lehet a pénisz hosszabbítás módszerét végre legálisan megtanulni. A végre Daily Mail, tudományos, érted? Új, de jó, na mondjad. A Daily Mail hosszan részt tetezi azt a cikket, amiben egy újabb netes trendről beszélget, ami ugye a jelkingről szól, ez ugye a fejés. Rengeteg weboldal, rengeteg weboldal és rengeteg YouTube-os videó mutatja, hát tulajdonképpen egy generáció frusztráltságát, hogy a Facebook, az Insta celebek és a tökéletes férfitestek után micsoda frusztráció él az átlagos férfiakban, legyen szó fiatalokról vagy középkorúakról, akik egyre többször kattintanak egy nagyon veszélyes módszerre, hogy némi masszírozással 2-3 centiméteres pénisz növekedést is el tudnak érni. Kérem szépen, 10-ből 12 komoly a cikk. 50%-os növekedés. Komoly a cikk, a Daily Mail hosszan írja, hogy gyerekek, nagy a baj, mert hogy ugye a frusztrációjáról szól a társadalomnak, és hát nyilván ez a Jel King, ami egy masszázsból álló masszírozás sorozat, tulajdonképpen micsoda veszélyeket rejt, és hát sokan rosszul csinálják, és sokkal több a sérülés, mint a valódi pénisz növekedés. Ezért kezdjük mindenképpen... a legfontosabban. Bocsánat, saját magamnak csinálom, vagy elmegyek valahova és megcsinálják. Vannak bizonyos terapeuták, nem, akik megtanítanak erre. Hol és mennyiért? Én szeretnélek téged benevezni. Így van. Mindjárt felhívunk egy intim torna trénert, aki elmondja, hogy valóban működik. A fölkintről hívjuk fel, vagy telefonon, mert most... hogy valóban működik, vagy nem. Egészen bizarr maga a Jel King sorozat. Én azért beleolvastam, bemelegítéssel indul. Azért mi? fura, de azért beleolvastam. Nem mindig bánom egyébként, amikor nem én hozok témát. Találtam egy Jel King gyakorlatot kezdőknek, ami a következőről szól. Bemelegítés, védj egy meleg zuhanyt, érj el erekciót, tekerj az erektált péniszedre egy meleg törölközőt, és hagyd rajta 10-15 percig. Ez ugye önmagában az a bevezető folyamat, amivel melegítesz. A meleg törölköző az ellazítja a szövet, a kötőszövetet, az állományt, és felkészíti magára a Jel Kingre. Az állomány, de szépen mondod. Előjáték. Kenj a péniszedre jó minőségű vízhabosító sikosító. Vietnámi balzsamot. Vietnámi balzsamot. Igen. Még jobb egyébként, ha különböző más krémeket használ. Helyezd a kezedet a pénisztövének a legaljára, és enyhén szorítsd a nyomást, fenntartva végezz fellemozgást. Feri, a sajátodat tudsz. A mag kezdetéig majd vissza a tőajáig a mozdulat, ne tartson 2-3 másodpercnél tovább, ismétlődjön, és ne terjedjen ki abba a makra. Bármilyen fájdalom észlelés esetére azonnal hagyd abba a gyakorlatot, minden tizedik mozdulat befejezés után válts kezet, és ismételd meg a mozgást, a gyakorlat legalább 10-20 percig tartson, tehát kvázi masszírozol. Lazító periódus a harmadik, ezt találtam, védj egy törölközőt, és áztasd meleg vízbe. Ez a lazító periódus. Tehát meleg víz eleje, meleg víz vége. A vizes meleg törölköző csavard a péniszed köré, és hagyd rajta 10-15 percig. Mi történik valójában? Ezáltal a masszírozás által azt mondják szakértők, hogy egy kicsit összetöröd ez a finom kötőszövetet, mikrosérüléseket okozol, és ahogy ezek a mikrosérülések utána begyógyulnak, nagyobbá válik a sérülések által a pöpölő. Tehát hegek lesznek valójában belül. Apró kicsi hegek, ahogy izommunkánál az izom is sérül, tehát valójában az izmot növeled úgy, hogy mikrosérüléseket okozva egyre nagyobb és nagyobb lesz a kis Feri. Vagy a kis Jani. És ez a Jel King, ami hódít az interneten, őrület időben van. Időben menj, azt mondjad már. Megszólalt. Mennyit kell ezzel? Mennyit kell ezzel szarkodnom? Mindegy. Neked már nincs friss kötőszöveted. Nem, sajnos nálam, főleg az ott, amióta hibridünk van, és nem hallom, hogy Moni mikor áll be a garázsba. Azok állandóan kapkodnom kell a végére. És orvosokat is megszólaltat a cikk, baromi érdekes, arról szól, hogy rengeteg fiatal kerül kórházba sérülése, rengetegen rosszul csinálják, megszaporodott egy generáció,
pénisz problémája abból a szempontból, hogy mennek orvoshoz, túlmasszírozzák, tönkretezik a kötőszövetet, brutális sérülések vannak. A Daily Mail elmondja az orvosokat, tehát megszólaltatja az orvosokat, hogy igen, megszaporodtak, nyilván a jerkinges videóknak, igen, és az intim torna videóknak köszönhetően a rosszul használt növekedési módszerek. Igen, szereplői kaszkadőrök, ne próbálja otthon kifelügyelni. Figyelj ide, ha van egy intim torna tanfolyam, annyi igen? helyre küldtük a Julit, annyi helyre küldtük, egy alkalomra én szeretném, ha lélektanát átélnénk a pénisz növekedésnek, hogy én komolyan mondom, kivizetem, én szeretném, ha elmennél. De nem úgy, hogy alibiben most rámulod, hogy igen, hanem a héten kapsz egy időpontot, én szeretném, ha részt vennél egy beszélgetésen, hogy mi a pénisz növelés és növekedésnek a lélektani része. Csinálja meg. Nyilván nem kell ott masszíroznod a terapeuta utalót, ő sem masszíroz semmit. Hova már? Tengerbe vizet. Má. A lélektanára vagyok kíváncsi. Aha. Hogy hogyan épül ez fel, amikor egy terapeutával te megbeszéled az egyes pontokat, és elindulsz a pénisz növekedés útján. Tudom, hogy nincs benned frusztráció. Én fürödtem vele, tudom, hogy a beceneved nem bütyök. Nem tudok úgy beszélgetni egy nővel, hogy közben egyébként egy masszírozom. Terapeuta, nem kell közben masszíroznod. Ezt nem azért 20 év házasság után ezt nagyon nehéz ezt az információt. Nem. Te egy orvosi kezelésre mész, érted? Mondd igen? Azt, persze. Abszolút. Van például mérés előtte, utána. Ez egy 4 órás intim tanfolyam. Abszolút mérés előtte, utána, igen. Colstockkal. Jani esetében keresjük azt az önmag által csinosnak, mások által nem tartott terapeuta hölgyet, aki szívesen foglalkozik. Itt van velünk egy a vonalban. Jani, és be is vállal téged. Hát hogyne? Kriston Andrea, intim torna tréner. Andi, hello, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt! Egy Kriston intim torna tréningen nem pont ez várható, de mondjuk van ötletem, hogy az alternatív megoldások hogyan roncsolják a pénisz szöveteit, tehát erről azért szakdolgozat is készült a kontinensi munkám alatt a Pécsi Tudományegyetemen, hát? És nagyon csúnya felvételeket láttam kék, lila, zöld foltos péniszekről, hát ugye, ami ez klinikán produkálódott. Oké, de akkor ennek van valamilyen tudományos alapja ennek az őrületnek, ami most hódít az interneten, mint jelking, hogy így, ha én ezt macírozom, ahogy leírtam, és különböző stádiumokat követem, akkor valóban növekedhet? Tulajdonképpen egy mellet is lehet növeszteni úgy, hogy masszírozzuk, nyújtó-húzó hatással roncsoljuk a kötőszöveti elemeket. Tehát azért ezt biztos el tudjátok képzelni, hogy nyilván ki is lehetne mérni a növekedését, hogy hogyan roncsolódnak a szövetek, mert ugye a pénisz esetében ez történik. De ugye nem csak az a fontos egy szervnél, hogy hosszabb legyen, hanem hogy még működőképes is. Nem árt, igen. És engem megkeresett egy olyan, hát klinikának mondott valami kis intézmény, egy magyar urológus hozta létre, pénisz növesztéssel foglalkoztak, masszírozás segítségével. Hát ez a jelking tulajdonképpen akkor, csak van, jól kivitelezve. Így van, és ahol hát így a kisé alul motivált, vagy inkább fáradékony kliensek segítségére, ugye asszisztensek álltak rendelkezésre, akik, hát nem tudom, hogy külsőre hogyan néztek ki, de hogy higgyétek el, hogy 45 perces ilyen húzónyújtó, csavaró mozdulatok után... De csinálták a paciensnek? Így hát, van. Hát, fárad. Asszisztens nők csinálták, és hát tulajdonképpen ugye ez 45 perces roncsolás, miközben a pénisz szöveteivel hát kíméletesnek kellene lenni, hiszen egész életben fontos, hogy jól funkcionáljon. És statisztikailag bebizonyosodott, hogy megtörtént maga a növekedés? Meg, főleg a gyenge kötőszövetű férfiaknál. Aha. Ugye, tehát minél gyengébb, most bocsánat, de van a vér meg a hús kategória. Így van, beszéljünk őszintén a dologról. És van a mindkettő. Igen. Most jöttünk rá, hogy te tényleg igazi szakértő. Azt gondolom, hogy egy őszintén a vér és a hús kategóriáról beszélni valóban felszabadítom. Az akkori klinika vezetője is ledöbbent, ugye, hát így a kérdéseimen, mert hogy hát így azonnal érthetővé vált, hogy mondjuk azon a szakterületen dolgozunk, csak más eszközökkel. Tehát ugye akinek gyenge, engedékeny szövetrendszere van, annak jobban lehet roncsolni. Ott nagyobb a növekedés. Aha. Mi történik ebben a 4 órában? Tehát te megtanítod ebben az intim tornában? Én nem tudom, mi ez a 4 órás. Nekem 12 órás tréningem van. És azért hagyd mondjam el, hogy mi a Debreceni Urológiai Klinikán végeztünk, és a mai napig végzünk vizsgálatokat és kísérleteket és kutatásokat, és hát több nemzetközi publikáció és hazai publikáció után tudom azt mondani, hogy mellékhatásként egy jó
tréning hatására, de én most a kristalin tintornáról beszélek, tehát nem a jelkingről, nem a masszírozásról, nem a fejésről beszélek, hanem egy olyan fölépített tréningről, egy okay, olyan felépített mozgássorról. De csináljunk ennek most akkor a reklámot, értem, tehát van egy bevett mozgássorozat, amitől ez a dolog, szerintem ez van. Szerintem nem rossz, alapja... férfiak tudják, hogy van azért olyan tréning, amivel nő hosszában mérti, átmérőjében, de közben ez egy személyes terápia, ketten vagyunk, vagy ülünk egy asztalnál, és elmondom, ez hogy Balázs vagyok, 42 éves kicsi a pénisze. És ott van még mellett lehet egyénileg is lehet. Csoportosan. És ez egy tudatos gondolkodást jelent egy szervől, csak most kérdezem tőletek, hogy a mai napot kezdtétek-e mondjuk pénisztornával. Hogy minden reggel? Én minden reggel egy halkimát elmormolok hozzá. Hadd mondjam el, hogy most volt a trénerém továbbképzésnél egy olyan anatómus, aki a férfi nemi szerveket tanítja az egyetemen, és végigélte a tréninget. És azt mondja, hogy döbbenetes, tehát tulajdonképpen hihetetlen alaki változásba kezd az altest, és hogy ez így van. De reggel köszöntsük, akkor mondj egy-két konkrétumot, tehát egy reggel köszöntsük? Hát nem akarom most az egész tréninget végigmenni, csak hogy... Nem, na. Mondok egy egyszerű, de tényleg bárki megcsinálja, fogja tapasztalni a hatást. Na. A merevedési szögben is, a merevedés hatékonyságában is. Igen. Ez egy viszonylag egyszerű gyakorlat annak, aki megtanulta. Igen. A pénis balra kell húzni, a legnagyobb erővel. Mi van, ha eleve ott van? Mi van, ha eleve ott pihen? Izom, hát akkor hiányzik az az... edzett izom, amivel ki lehet az oldalra húzni. Dehogy is, csak feszes a fecské. De várjál, mert én folytatom a gyakorlatot. Ja, tehát a pénisz balra húz. Úgyhogy a pénisz mellett lévő baloldalsú pénisz szárat húz össze nagyon nagy erővel. Miközben a végbél záróizmot azt jobbra húz nagyon nagy erővel, úgyhogy a pénisz mellett, vagy a végbél mellett lévő jobb oldalsú izmot nagy erővel szorít. Ez a végbélhez tartozó medencefenék izom, mi alatt a prostat alatti izmot hagy, hogy ellazuljon. És ezt nagyon nagy erővel, majd lazítást követően a másik oldalra is. Na, ez például egy durván nagyon hatékony gyakorlat. De köszönjek előtte neki? Tehát kell köszöntenem reggel? Beszélnem hozzá? Vagy csak csináljam a gyakorlatot szemtelenül? A tréningnek ez nem része, aha, de én azt tapasztaltam, hogy a legtöbb férfi köszön neki. Nem úgy is harcos! Ma megharcos, ma elkezdjük, ma elkezdjük a tornát. Igen, ha valaki most ugye akár köszöntéssel, akár anélkül nem tudta ezt elvégezni, az azért van, mert nincs elsajátítva a mozgás. Ugye, tehát ugye nem tudunk gördeszkázni, hogyha nem tanultuk meg, akkor viszont nem is tudjuk azt az izomfelületet fejleszteni, ami azáltal... Oké, de ez ezzel húz balra, húz jobbra a prostata fenékizom, azért ez elmondva fáj. Könnyű szóval ezt mondani, Andrea, ha tudnád, hogy az enyém milyen dacos és engedetlen reggelenként. Igen, na most hát ez ugye ez egy gondolkodás a férfi test egészségvédelméről. Sajnos nagyon sok férfi elmulasztja a pénisznek, mint szervnek a védelmét. Nekünk van egy több száz férfira kiterjedő kutatásunk, ami arról szól, hogy bizony a változó korban szomorúan szemlélik a férfiak a pénisz méret csökkenését, amit lehet fokozni még cigarettával és egyéb öngyötrő kötőszövet, oxigén tápanyagellátást korlátozó életstílussal. És a legtöbb férfi azért ezt nem jó érzéssel szemléli, és azt is megkérdeztük a férfiaktól, hogy mi a reakciójuk erre. És akkor jön a depresszió, jön az alkohol, hát persze, jön a persze, nyilván ez benne van, persze. Szóval persze. Én azért óvaintenék mindenkit attól, hogy nekiálljon fejni, roncsolni, csavarni, mert olyan kötőszöveti izom és ér elemeket korlátozunk működésükben, hiszen ugye ezek nagyon fontosak, hogy jól funkcionáljanak. Ez tiszta, ez abszolút tiszta, tehát roncsolást ne okozzunk. Oké. Hogy volt volna még egyszer a mozdulat sor? Bocsánat, tehát akkor tehát ez merev állapot, vagy ez? Nem, ez sima. Hát csak simán balra húzzuk, a kis marsalt balra, áttesszük balra, van, húzzuk. De nem kézzel, izomerővel, hogy a legnagyobb erővel, mert kézzel? Akkor a legnagyobb erő fejl, nem kézzel, izomerővel, mint amikor a szállal balra tücsörítek. Tehát állok egyenesen, fogom és balra elhúzom. Nem fogod. Nem, hozzá nem nyúlsz. Ne, izomból, érted? Hát miért megfeszíted a bicet? Izomból elhúzom balra? Igen. A fenekedet pedig jobbra. Hát már látszik, hogy nem volt pénisz a lábad között. Nem a fenekedet, a végbél záróizmot,
és mi alatt a prostatalatti izmot hagyod, hogy, hogy ellazuljon, nyúltozom. Figyelj, de ha én nem nyúlok hozzá, és állok akkor egy helyben, és nem mozdulok, az mondhatom, hogy menj balra, az nem fog megmozdulni, hát Andi. Azért nem fog megmozdulni, mert hogy nem, nincs meg a tanulási háttér. Tehát ugye a tanulás, az mindig a mozgástanulás, mindig az agykéregben jön létre. Tehát az agykéregben hozzuk létre a mozgás irányító izom érzékelő felületet. Egy olyan 300 különböző gyakorlatból álló mozgássorral, aminek a hatására tudja már a férfi, hogy el tud menni balra. Oké, közben húzom a fenekemet jobbra. Így van. Tehát a farpofámat? Nem a farpofádat, a végbél mellett csak gondolatban. Jobb oldalsó medencefenékhez tartozó izmot. Elmondom, hogy a legtöbb férfi azt se tudja, hogy ez hol van, és hogy az milyen érzéssel mozdul. Tehát azért nem, mert egy átlag férfinak, most csak gondoljatok, de a nevelkedés során hol tanítanak ilyen gyakorlatokat az óvodában, vagy, vagy biológia órán? Sehol, abszolút sehol. Sehol. De extrém előny, ha egy férfi tudja a merevedésben, az erekcióban, a nő kielégítésében, a magömlés megtartásában, és hát nem beszélve arról, hogy ennek nagyon komoly egészségügyi haszna van, mert ugye siránkozunk, hogy mennyi prostata probléma van, de hol tanulják meg a férfiak, hogy végig magukat. Visszatudunk még hívni hírek után, vagy nem, vagy már? Igen, addig gyakorolunk. Nem, nem leszek, de máskor szívesen. Tudunk még hívni? Most egészen délután. De ha ma este kipróbáljuk holnap. Hogy holnap, hogy holnap. Holnap, igen. Holnap, jó, igen. Holnap vagy? Unoka napon van. Igen, igen. Unoka? Unoka, két unokám van. Neked? Nem nekem lehet. Bizony. Igen, ez két fiú. Igen. Wow, nagyon jó. Igen, okay. És 33 éve tanítom a módszeremet, úgyhogy nem most kezdtem. Úgyhogy kérdezzetek nyugodtan. Okay, én szeretném Jánost egy ilyen 12 órás elküldeni. De én örömmel válok benneteket. Szerintem mindenki csak örülne neki. 12 órán keresztül cibálja. Nem, semmi cibálás. Mit, hogy mond ő le? Dolgozol, hozzá se nyúlsz. Nem nyúlunk hozzá, ne vicceljetek. Az hát pénisz, ez nem nyúlunk. Andi, holnap visszaívunk még, jó? Oké, rendben. Puszi. Ciao, hello. Na mindjárt összegezzük a hallottakat. 8:30 pontosan jövünk mindjárt. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. És egy intim torna trénerrel beszélgettünk arról az új módszerről, ami a Jelking néven hasít az interneten, foglalkozik már vele egyébként rengeteg külföldi újság is, hogy mennyi sérülés, és hát mennyi probléma adódik abból, hogy új őrület hasít az interneten, és hogy valójában a fiatal társadalom milyen komoly, és hát hogy is mondjam, reményvesztettségét és elkeseredettségét mutatja ez a jelenség, hogy a tökéletes Insta celebek, meg influencerek után, amikor látjuk ugye, hogy a férfiak mennyire izmosak, kigyúrtak, szépek, és napon. Meg ugye a felnőtt filmekkel szocializálódva, ami nagyon fontos. A felnőtt filmek szocializált fiatalságban micsoda, hát hogy is mondjam, komplexus alakult ki, hogy nem rendelkeznek kellő férfiassággal, és elindult az interneten az új örület, a Jelking, ami a fejést jelent tulajdonképpen, ami egészen pontosan megmutatja különböző itthoni és külföldi angol nyelvű videókban a módszert, a bemelegítéssel, a lazítással, magával a gyakorlatsorozattal, és utána a lazulással. És mi felhívtuk ugye Andit, aki egészen megdöbben dolgot mondott, de azt mondta, hogy működhet. De nem az. A sztori, de nem úgy, hogy ilyen komoly roncsolást okozunk, hanem hogy elmegyünk intim tornára, és felfedezzük azon barlangjainkat, üregeinket, amiről ugye kevesebbet tudtunk. És izmainkat. És izmainkat. És vázolt egy komplett mozdulat sorozatot, amivel szerintem a fél ország a kocsiban, aha, az irodában, igen, kapjuk az SMS-eket, a munkahelyen, a buszmegállókban, mindenki próbálta balra jobbra húzni és megcsinálni. De egyelőre keveseknek megy, de van, akinek sikerült. Igen. Tömegével állnak most az utak szélén az autó, kirakva a vészvillóba, és mindenki gyakorol. Amatőr vagy bali, én festek vele. Ja, úgy igazi profsác. Itt állok a tükör előtt, ha nem érek hozzá. Ez nem indul el balra. Ennyire próbálhatnék levitálni is. Lehet azért nem megy, mert már eleve nagy. A Jelking viszont megy. Köszi, Imi. Az izomtól, az intim tornánál is érvényes az izomtudat edzőtárs, kérdezi valaki. Igen, nagyon fontos. Ha rágondolsz, akkor nő. Tükör és a fejére bevitel, illetve kihozatal. Most dolgozom, de eskü megyek a budira kipróbálni. De eskü. Majd írj utána is. Opa, Jani a 12 óra, neked csak bemelegítés. Aha, persze. Sajnos már ez az igaz. Ez így is van. Igen. Engedd el, Bali, ha tudnám mozgatni magától, még a tejért is leküldeném a vegyesbe. Ugye Adi elmondta, hogy a módszer az, hogy próbált hozzá érintés nélkül, kézrátétel nélkül balra húzni. Itt mi már elakadtunk, addit majd még visszahívjuk, ma már nem tudott velünk beszélni. Közben a végbél záró
záróizmait húzd jobbra, a prostatát záróizmait vagy izmait lazítsd el, tehát igen, különböző olyan izommunkákat festett le, amit számunkra hát nem nagyon volt és érthető, hogy kéz nélkül hogyan húzol bármit balra. Viszont nagyon jók az SMS-ek. A megszólás után a feleségem csillogó szemmel néz rám. Apa, ugye ezt mi is kipróbáljuk? Jaj, szegény. Igen, mert sok esetben az asszony garancia arra, hogy ernyet marad. Igen. Fiúk jött az SMS, drágám, azért az egy-két centért ne kínozd magad. Csak túl, igen. Nem lesz jobb tőle. Igen, valamit félértettem, én befostam. Elképzelem, hogy most a kocsiba hányan próbálják jobbra, balra mozgatni. Egyébként ebben biztos vagyok. Tehát valójában, most láttunk valami ilyen térképet, hogy hány autóban ülő hallgató a piros lámpánál próbálta Andi módszerét megcsinálni. Tarkóra tett kézzel. Hát János felment az oldalra és lefagyott konkrétan. Nem tudta megnézni. Mi kacérkodsz a gondolattal, hogy ott körbeülöd az asztalt? Csak benéznél, nem egy ilyenbe. Én már az a baj, hetek óta mondom neki, múkodj. Igen, csinálom, csirodom, de az irodában nagyon furcsa pillantásokat kapok. Gábor itt a nekünk. Gyerekek, rükkfercben marad, kérdezzétek meg, mit kell ilyenkor tenni. Igen. Én minden reggel álkoztam a török között, az jó módszer? Jó, az nem rossz egyébként, de hogy a földobod vele még a radiátor, az még jobb. Az a haladó. Igen. Villamoson utazom, látom, hogy a férfiak hallgatva benneteket erősen koncentrálnak, és mozog a péniszük. Jó, mondjuk én is. Danika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, hát valójában tényleg Andi is elmondta, hogy működhet a dolog. Működhet, csak nem a kegyetlen internet a hasított jerkinggel, ami ha ugye nem egyfajta mikrosérülést okoz, ezt ugye megbeszéltük. Csak nyugi gyerekek, ezt az SMS-t is azzal írtam. Nem, te igazán profi vagy. Igen, halleluja, sikerült, már kéz nélkül vezetek. Ráadásul régi, nyomogombos Nokia. Vicceltek, jobbra húz, balra húz, a férjem bábozni is tud vele. Bakker, én levertem a visszapillantót. Ez a beszéd. Tegnap lábnap volt, ma tudjuk, hogy milyen nap lesz akkor. Felvezettem az osztott edzéstervemhez. Hát, Andi elmondta. A pihenő napba iktasd be. Igen. Oda pont befér. Igen. Ugye mennyit mondott? 12 órát mondott, 12 hogy meg vagy 12 óra alatt valójában. Nyilván több egyébként van. Micsoda kétségbeesés, és micsoda lelkierő azért. Tényleg ugye Andi elmondta, hogy van olyan terápia, amikor tényleg, mint a filmekben látod, hogy körbeülitek az asztalt, és elmondjátok, hogy ti inkább a vérkategóriába tartoztok, Agyandi elmondta, Béla vagyok, vagy akkor Gábor vagyok, 43 éves, és azért jöttem, mert szeretnék némi növekedést elérni. Igen, jöttem, miért vagy itt? És mindenkiről tudod, hogy azért van ott, de mégis van egy ilyen beszélgetős része az intim tornának, amennyiben csoportos terápia. Hát a húsok nem mennek. A húsok nem mennek. De már attól még mehet, hogy úgy húsként nagy, attól még nem biztos, hogy működik. És utána van összemérés. Tehát ott ülnénk mi hárman, meg az Andi. Hát gondolom, figyelj. Elmondja, hogy ez van, gondolom, na akkor mutassák. Van, amikor ki kell teríteni a lapokat. Itt van velünk Gábor, aki kipróbálta a módszert. Hello Gábor, jó reggelt! Hello, sziasztok Gábor! Hello! Szia, Gábor. Micsoda magabiztos hang! Hello Gábor! Pedig nem nagyon. Jól lehetek beszélni, hogy hát soha nem gondoltam volna, de hát most ilyen téma van, és ugye, gondoltam. Az interneten terjedő jerkinges videók hatására kezdted el egyébként, de vagy ez is egy régebbi történet? Nem. Ez nagyon régi történet, hát én a feleségemmel, hát ugye elvágottattam ezt a féket rendesen TV alapon. Tudod, ami van a féka. Jézus Isten. És így jöttünk rá, ugye véletlen, de, és ástatni kellett ugye kamillába. Tehát várjál, ne rohanjunk el ilyet. Tehát történt egy üzemi baleset. Nem. Ez van olyan, hogy elvágottathatod te is a féket, ami ugye van a pénisen. Azt tudom, de miért? Én azt hittem, hogy baleset közvetkeztem egy hevesebb együttlét után. Hát heves, igen, volt olyan, és akkor mindig úgy megszakadt, de hát ez valakinek... ezt nem tudom. De ha ez teljesen elszakad, akkor úgy tudom érezni, hogy ez nagyon. És akkor, de várj, Gábor, nem értem, tehát ez véletlenül történt, vagy te bementél az STK-ba, és mondtad, hogy akkor ezt szakítsuk el? Így van, és lézerrel elvágták tarcsán. Lézerrel tarcsán. Nagyon fontos, hogy tarcsán elvágták, igen. Jó. Nem mondd be, hogy...
Azóta hívnak a haverom gyedipöcsönek, a mindegy. De várj, és ennek mi az előnye, vagy miért dönt úgy egy férfi? Az a lényeg, hogy akkor nem bólogat ugye a makkod. Igen, a Gábor sokkal nagyobb lesz, elsőnek olyan furcsa lesz a látvány, de nagyobb lesz. De nem tudom, hogy miért mondja. Igen. És majd... Altatásban történt a vágás? Nem. De hogy is beleszúrtak a szerszámba, az kellemetlen volt. És utána egy lézer, egy pici lézerrel? Így van, egy lézerrel elvágták ezt a féket, és ezerszer jobb lett utána az együttlét. Aha. De mindegy, nem rohannak ennyire. És mondta a doktor úr, hogy ugye a műtétnek van a kockázatai, ugye megértette, erre te bólogat. Igen. És akkor levágták a pénzt. Jani, de király dobálban, mindig megmondtuk. És utána kellett kamillába lógatni? Igen, a vendégpohárba. Ja, ez most nagyon nagy. Nagyon nagy, hogy nem a saját végrédbe. Hát, zseniális. A hevesebb, gyorsabb gyógyulás érdekében. De hát, mert hát amúgy is, hát ugye ilyen sebb volt, ugye rajta el tudod képzelni. És nem, ugye most, nem, most jól kinevettek, de tényleg az volt rajta, és mondta a doki, hogy hát meg fog nyúlni, nőni, hát elsőre fura lesz a látvány, de ne ijedjen meg. De hát néztem a tévét, tudod? És a vágás után hogy kell elképzelni? Tehát mint azoknak a repülőknek, amely be lehet pakolni a fejébe, így lebudjan a feje, vagy így lebillen a feje? Mert ugye ezt ott tartja egy ilyen kis szövet, de ha ezt elvágják, akkor az ott úgy lenéz? Vagy libeg, vagy bólogat? Nem, tökéletesen befort, nem is kellett semmit ugye varni, mert lézerre csinálták, tökéletesen elhelyezkedett, csak egy kis olyan fehérebb ott a műtét helye, de nem lógott semmilyen bőr, semmi, hanem úgy eloszlik, vagy hogy mondjam, jobban tud tágulni a cerka, sokkal jobb lett, és na mindegy, néztem a tévét, és akkor a mondom, vasárnap. Igen, hát azt mondták, hogy 10-15 perc, ez hogy meleg víz, mint amit a csaj is mondott, de hát ugye ez kamilla volt. Na, a lényeg az, hogy én biztos egy fél órát néztem a tévét, felálltam, olyan volt a szerszám, mint egy kötél, érted? Mondom, hogy úristen, nézzek, mi lesz a most? Hát megvékonyodott, és most tényleg így nézett ki. És mondta a doki, hogy nyugodjon meg, hát ez ezzel jár, de az a lényeg, hogy rohantunk be a kórházba, még a kis egyes golfunkkal, aztán mondom, anya, valami történt. Oké, de várj, és utána magát ezt a módszert kipróbáltad, vagy akkor neked ez okozott önmagában növekedést? Tehát akkor neked nem volt a jerking. Így van, én nem csináltam semmilyen jerkinget, de hasonló a sztori, amit mondott ugye az orvos, hogy kell masszírozni, hogy nyúljon, meg minden, hogy ne szakadjon el ez a műtét helye, és akkor mondta, hogy masszírozni kell, meg fog nyúlni, és nyugodtan húzgálja, meg simogassa masszírozni, és akkor ezáltal hát nagyobb lett. De ezt nem tudom, hogy mondjam, hogy hány centivel, de átmérőben is nagyobb lett, meg hát a feje is nagyobb lett a A tarcsai csoda. Olyan lett, mint egy német bukós is a kérdezet. Ugyanúgy kutatják, mint a lokreszi szörnyet, vagy a havasi embert, óriási. A tarcsai csoda. Tehát, hogy... Hát most ne képzeljétek, hogy 5 centit, vagy mit tudom, csak hogy nagyobb lett, és tudod, hát főleg az első együttlét, vagy ugye már rég voltunk együtt, azt mondja, mert egy hónapig nem lettünk ugye együtt, és akkor ő is mondta, hogy úristen, mekkora, hanem tényleg én is érzem, akkor jó. Ha így ide anyádat is üreg is látni, sőt, pakátoljuk ki a faluba. Hallod. Basszus, én nagy tartsán voltam katon, én nem is tudtam, hogy nem ilyen szóltak, közel voltam a csodához. Azon, de most komolyan, ja, és ezt hozzá kell tegyem, hogy én is vér, hogy kell mondani, hogy nem. Hogy vér kategóriába tartozom. Vér kategóriába tartozom, igen. Igen. Igen, úgyhogy, és hát lehet, hogy tényleg csak ezeknél működik, nem tudom, hogy most hús ízlékkel, hogy működik, de tényleg igaza van a csajnak, tök igazat mond, és mondom, ez ilyen 10 éves történet nekem körülbelül, és marhára örülök, hogy megcsináltam, csak ajánlani tudom bárkinek, akinek esetleg van ilyen. Hát tolja. Szerintem a tarcsai pénisz biznisz az gyerekek sorba állnak. Hány volt zöldséges. Megadom az orvosnak a nevét, de latinul tudom is, azt hiszem, hogy milyennek a na neve. Valami
Frenulofómia, vagy valami elküldték, ilyen. Elküldték nekünk, várjál, itt van, valaki elküldte, frenulotómia. Frenulotómia, vagy tómia. Frenulotómia, ez az. Fizeti a tévé? Én... Csak hogy tudjam, hogy te igen, igen. Frenulotómiát, tehát fizeti a tévé. Jó. Figyelj, ja, nagyon ja, fontos, ja. Nagyon fontos kérdés, hogy a poharat használjátok igen. Még. A vendégpohár megvan? Megtartottam, úgyhogy ha esetleg átjöttök egy sörrel, nagyon szépen köszönöm. A tarcsai buzogány nyírják. Azóta csak csoszogva tudsz járni. Figyelj, egyébként ez egy sörös krik. Vagy egy stampedli? Nem, ez egy rendes ilyen üdítős pohár. Ugye fogom mindenki jó. Ad. És azóta a baráti köröd mindig viszi magával a poharat, bármikor sütjöttek a hétvégén. Jó, nem azóta csak műanyag pohár figura mondták, hogy már üvegpohárban nem isznak. De tényleg félelmetesen nézett ki a cerka, miután ugye megázott a meleg kamillába, mondom, nagyon vervékonyodott elsőnek, ellazult kajakra. Gábor, te mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Sofőr vagyok, kérlek szépen, és most is a nullás van a dugóba ért sorba. Valamilyen hivatalos szervnél, vagy tehát, hogy valami olyan... Igen, teherautón. Teherautón. Igen, és állandóan hallgatnak titeket. De nyugtass meg, hogy azért 20 darab kamillás filter mindig van nálad bármi történet. Igen, így van. Jó, hogy a mostani kamionok beállítható a kormány, mert így elférek, mert nagyon nagy a kormány, tudod, és ugye... Vagyok ezután a beszélgetés után elég fura a szádból hallani, hogy a dugóban csorgok. Ezek szerint azt írják, hogy alsógatyában már nem is tudsz biciklizni, mert bekapja a lánc. Jó, nem, ez ugye visszahúzódik, mert ugye újra szélesedett a szertám, de mindegy, félelmetes volt aha. Elsőnek. Tehát nem kell akkor felszikszalagozni a szegcsontodra, hogy ne zavar. De akkor megéri a frenulotómia, vagy mi ez pontosan? Meg, aki fél, meg minden, jó, hát úgymond félelmetes volt, hogy egy ilyen zöld paralán van előtted, a fejed előtt, tudod, és akkor ott vannak az orvosok, meg mit tudom én, és akkor mondják, hogy Gábor, most egy pici szúrás, hogy ez a nagy lófasz, aladott beleszúrtak, és tudod, majd összeszaradott a gatyád, az érted, és... még az ápoló fiú is elkezdett simogatni, mondom, Jézusom, ez egészséget, de rendes volt, aztán ne félj, mondom, jaj, ez a megsimogatott, tudod, ez tök furcsa. Hát más, mint a Jacking, de ez is egy hatásos. Gabikám, köszi, hogy elmondtad hát, nekünk. Köszi. Óriás. Köszönjük. Köszi, uraim, hogy veletek beszélhettem, nagyon jó. Jó van. Imádlak titeket. Hallod, igen? Holnap írjatok már föl egy fekete-fehér igen nemre. Na, mert ennyire na. Bejött a szereplés? Hát most így jól esett? Így ellazultam. De terápiás jelleggel ezt most így ki is beszélted magadból, hogy azért ez micsoda megpróbáltatás, igen. És mennyire fognak hátba veregetni ezután te? Haverok meghallják, tudni fogják, amúgy most folyamatosan ment a nem mindegy, hogy valaki hívott, és ugye tudja egy pár haverom, nem tudom, most, vagy most, na mindegy, hagyjuk, biztos fognak hívni, de meghallják ezt. Szevasz, Gabikám, vigyázz magadra. Ciao, ciao. Hello. Óriási volt egy igazi vérfarkas. És fontos, hogy fizeti a TB gyerekek. Uh-huh. Tehát, hogy azért ezt ne felejtjük el, hogy ez nem egy több százezeres botox kezelés. Nézzem, ez 80 rugó körül van egyébként. Igen? Aha. Már foglaltál időpontot tartsál? Igen, de úgy lehet, hogy csak 4-1-es kortermek vannak, az picit zavaró. Nem akarnék róla beszélni. Ti is mind rá. Magát mivel műtötték, besekő. János! Jó, mandulába vették. Nyugi, abban a korteremben hárman még ugyanazért fekszenek, tehát hogy ez egy közös lenne, igen, és mindenki Rádió 1-es póló lenne. Összekacsintaláltok, hogy ti is hallgattatok, mi is hallgattuk, igen. Ja, Istenem, hát ez nagyon... És körbejár a pohár. Nagyon jó. Gyerekek, ezért szép az internet, mert annyi mindent felfedezni rajta, mi csak hozzuk, szállítjuk az új őrületeket, aztán mennyit mindenki tanultunk ma? Kiki belátása szerint használja, drága fiatalok, ne legyetek komplexusosak, szeressétek a saját testeteket, és a jackingnek azért nem elhinni mindent, ami terjed az interneten, begyűrűzve Magyarországra, óvatosan. Nem éri meg, hogy kárt tegyetek magatokba. Azért ez mindenképpen fontos. Ne roncsa, és hatóságilag előírt néhány mondatot. Éljen a Jacking! Jacking a király! Na? Azt a minden. Na, Jani? Holnap egy személyes élménybeszámoló. Előbb egy intintorna, aztán egy műtét. Egy Jacking próba. Elmondtam. Megyek ki cinkotára a hívvá. Miért nem tartsára? Tartsa hát, mert meg onnan megy. Cinkotára. Nem gondolom, hogy nem nézte meg, hogy jut ki. Nagyon jó. Na jövő mindjárt 3 perc, pontosan 9 óra.
9 óra után vagyunk pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Ugye korán reggel 8 óra, 7 óra után témánk volt ugye a csernobili film, a katasztrófa, és felhívtunk egy szakértőt, és most több helyen utána olvastam, figyelj, komolyan gondolják. Ő tényleg szakértő volt. Ja, nem arra gondolok, hanem ugye, hogy hát óriási hype van a Csernobil sorozat körül, és picit utána jártunk, hogy mennyire valósághű, hogy mi történt valójában, felhívtunk egy szakértőt, Andrást, ugye, aki a Satijai Védelmi Kutatóközpont főmunkatársa, és elmondta, hogy megdöbbentően azonos egyébként a történelemmel, és rávilágított még egy-két fura összefüggése. És hogy közben most megnéztem, és hogy tényleg, ez nem vicc, hogy forgatnak az oroszok most egy ilyen ellen Csernobilt, hogy valójában tényleg mi történhetett, és hogy hogyan szivárgott be valaki a CIA-től, és hát a komoly aknamunkával, hogy ért el, hogy végül is ez felrobbanjon. Mit akarnak még titkolni? Hát mit akar dolgok, most tisztára, most már ennyi év után? Hát most mindent tudsz, nem? Tehát ezt tudjuk, hogy a Szovjetunió nem létezik, mint olyan, de azért ott rengeteg dolog átöröklődött Oroszországba. Tehát, hogy itt mentalitásban is, meg módszerekben is egy csomó dolgot ugyanúgy csinálnak, hogy az elvtársak csináltak annak idején. Igen, de hogy ez a mentalitás azért ez már egy kialtott volna. És nem. Tehát, hogy együtt nem. Tudjuk ugye, hogy hazug a rendszer, ezt mi megcsináltuk, ebben itt vagyunk, ezt létrehoztuk, és együtt hazudunk tovább, hogy valójában ez egy milyen tökéletesen működő rendszer. Megdöbbentő. És ez tényleg készül, ez az úgymond ellensorozat, hiszen most az egész világ látta, hogy valójában mi történt. Igen, és már nincs kit tisztára mosdatni például, tehát személyes felelősök már ugye nem nagyon élnek, nincs ott senki. Hát csak már az ország renoméját tudod. De az ország meg már új ország elméletileg. Hát. Értelek, tudom, hogy átöröklődött. Amikor látodok a masírozondásákat, igen, meg. Ja. Igen. Na, gyerekek, visszatérve még az előző a részre, hát egészen megdöbbentő fejleményei voltak a Jerkingnek, ugye betelefonált Gábor, aki elmondta, hogy ezt saját magán kipróbálta valami egészen más módszerrel, amit egyébként fizet a TB, és hát hogyan kellett kamillás vízben pihentetni. A vendégpohárban. A vendégpohárban, ugye? Egy bögrét küldjünk már neki, kérem. Így van. Hogy lehet, hogy cserélni a vendég. Hát, hogy a ja, vendég. Hogy ez mehessen a vitrínbe. Igen, ha véletlenül ott érted vendégségbe vagy, akkor ne azt kap már. Érted, ne gyanakodva nézegessék már, haverok. Igen. Az. Egész héten délután dolgozom, de mára cseréltem, mert este színház, hát mindennél többet ért a mai adást élőben hallgatni. Még mindig túlcsok vagytok. Beírtam a Google-be, hogy frenulotómia, ugye frenulotómia, ez maga a műtéti beavatkozás. Nekem egyébként volt fiatalon, erre milyen hirdetés dob fel a cikk közben, ipari lézervágás. Tehát és, azzal ne csináld. De hogy több aspektusa van a dolog, mert ő rákeresett interneten, és hirdetésben pedig már feljött az, amire hirtelen rákerestél. Ugye azért ez is érdekes, ipari lézervágás. Igen. Nagyon, nagyon jó egyébként. Gyerekek, sírva röhögve hallgatom az adást, végre megint jó, írja valaki. Hát, ritkán foglalkozunk ennyire mérhatóan ezzel a témával, igen. Lemaradtam az Intim tornáról és a Tarcsai Rémről. Hol tudom visszahallgatni? iCloud, vagy SoundCloud ott van, mert vissza tudjátok hallgatni, igen. Zoli bácsi, remélem kipróbálja magát, ez Robika küldte nekünk, köszönjük szépen. Kaptam időpontot Cséntekre, megnöveljük a fejhúst. Basszus, milyen kollégái vannak. Úristen, dolgom lenne, de nem tudok kiszállni a kocsiból, végig akarom hallgatni a beszélgetést. Még mindig itt vagyok, pedig már értekezleten kellene lennem, küldte nekünk egy hallgató. Hát igen, izgalmas volt, gyerekek, ugye? Ezért kell vigyázni. Mi minden trendet behozunk nektek, megmutatjuk, hogy ez van az interneten. Sokan vádolnak meg minket ugye azzal, és ez így nem magyarázkodás, hogy mi kakin, puncin, meg péniszen, meg nem tudom, rögünk, de gyerekek, ez a világ, ez a jerking, ez most hasi, tehát ezzel komoly angol szakirodalom foglalkozik, műsorok, tévék, újságok, hogy őr, vagy a fiatalokkal mennyire kellene beszélgetni, hogy ne higgyenek el mindent, és micsoda frusztráció ez, hogy valójában egy tökéletesnek itt világban ők frusztrálva érzik magukat a pornó miatt, a szex miatt, az erotika miatt, és azt láttad, hogy az túl nagy, te kevés vagy, és elkezdenek jerkingelni, és tele vannak az angliai kórházak megsebzett, agyongyötört, kék-zöldre masszírozott fiatal fiúk és idősebb férfiak pénzével, akik elhitték a netes videót, hogy működik a jerking. Szóval tényleg megdöbbentő, mert hogy humorizálunk, nyilván azért ez külön egy nagyon érdekes jelenség. Ez a Jobbik eset, meséltem nektek, hogy néhány évvel ezelőtt, sajnos Békés-megyei divat volt, még mielőtt rámentek, én már nem laktam ott, ez a bizonyos beinjekciózás, amit nagyon sok fiatal megcsinált, igen, itt Magyarországon, és az orvosok tettek ki, érted, a kórházakba figyelmeztető feliratot, hogy ne csináljátok, mert végzetes elváltozások lehetnek. És
ezt képzeld el, hogy bárki csinálta. Tehát bementél, vettél ehhez szükséges anyagot, bement hozzád a haverod, te beadtad neki, és egy darabig tényleg jó volt. Yes, csak utána elkezdődött az nagyon elváltozás. Beteg, nagyon beteg. Tehát, hogy tényleg bármit hajlandóak megcsinálni. Hogy nem, egyébként persze, hát nyilván van az a méret, a amikor már bármihez jó. Ahelyett, hogy egy kicsit beszélgetnének egyébként a barátnőjükkel, vagy hogy a partnerükkel, igen, hogy neki mi a jó, meg na, de neki mi van, mi elmondta, hogy neki nem jó, azért csinálják. Ha már túl vannak a beszélgetésen, érted? Azért az is egy nehéz dolog, ha már elmondta a partner, hogy kicsi. Hát igen, ez kevés. Kicsim, ez kicsi. Akkor megpróbálsz mindent. Na gyerekek, új videója van a mesternek. Igen! Végre! Az, gyerek, új videója hosszat. Van a Videó Info 1 csatornának. Kolbászos rántotta, kérem szépen. Hát aki nem tudja, hogy kiről, miről van szó, ugye imádjuk a mestert, mi is, Zoltánt, hát többen kértétek már, hogy foglalkozzunk vele, az ő videó csatornája megkerülhetetlen, a gastrobloggerek, a street kitchenek, a junk foodok, a képviselői, szeretői, követői, mind Zoli mestert nézik, a pápa új videót osztott meg. Egy idősebb pacákról van szó, aki ugye főz, vállalhatatlanul nyilván, de iszonyat sok követője van, baromi sokan nézik, kedvelik, és a jelenség érdekes, hogy hogyan válhat mindenki, úgymond az internet Uchtin Benedekévé úgy, hogy valójában tudjuk, hogy ez miről szól, de mégis hát megtisztelő és szerető SMS-eket kap, és hát, imádják. Ha persze, rengeteg rengordok. Feliratkozó. Hát 10 órája tette ki ezt a videót, 60 ezer megtekintés és 1000 hozzászólás. Hoppácska, iszonyat. Mert az emberek értékelik a teljesítményt már, pedig Zoliba a mester azért óráról órára, napról napra bizonyítja, hogy fantasztikus tehetség. Például figyelmetekbe ajánlanám egy korábbi videóját, a Kést élez egy órán keresztül címűt. Nem fogjátok kitalálni, mi történik a videón. Kést élez egy órán keresztül, eltaláltam? Igen, egészen igen. Konkrétan 1-0-0-0-6 a videónak hát élezi a hossza, és egy élen keresztül áll a kamera előtt, és kést élez. Ha kell, akkor ugye angolul köszönti Zoltán a mester a népet, az így szól. Tisztán, világosan, egyértelműen mester, ezt szeretjük önben. Abszolút. Ha kell, akkor visszatéréssel fenyeget. I'm back. Ugye az I'm back, kes videó. És most új van, épp a vonathoz rohantam, nem kérdés, hogy lekésem. Zoltán, ne tessék foglalkozni a sok utálkozó majommal, ön egy nagyon jó ember. A mester precízen feltárta az androidos telefonok mappába mentett képeiket, leleményes egyébként. Netán közbeszerzés pályázatot nyert, hogy szinten naponta vannak új videók. Csak így tovább, kedves Zoltán. Várhattam volna a vacsorával, mert akkor ezt csinálom meg. Ha Istenem, a mester abroszas színesebb, mint az életem. Köszönöm az élményt. Köszönöm az élményt, Zolibám. Kolbászos rántottát csinál a mester? Igen. Na, belehallgatunk egy tudni. Kicsit, hogy mit csinál? De jó a főcés. Na, halljuk akkor, mit csinált a mester? Sziasztok! Most egy videóban mit fogunk sütni? Mit fogunk elkészíteni? Kalapban ül a mester, egy színes, pöttyös, nejlon abrosz terítőn, van egy felfoghatatlan mintázatú tányér. És egy dísztányér, amit falra szoktál egyébként. Igen, régen volt. És nem abban pedig már ugorva egyet a téridő kontinuumban, elkészülve maga rántotta. Kolbászos. Hogyan kell elkészíteni? Mindjárt meg is mutatom. És hát az egyenletes szuszogás egyfajta meditatív megmutató jelleggel ott van Zoltán a mesternél. Nem ő lenne. Kolbászt kell szeretelni. Hát én nem tud levenni a hajat. Nem tudom levenni a haját. Elkezdte kézzel letépni a bőrét a kolbásznak. Ugye közelivel látjuk, hogy leveszi a haját. Megmutatom, hogy kell kolbászt szeretelni. Megmutatom, hogy kell. Hát köszönjük, mester. Már hallotta, sokan mondták, hogy sok videóban nem mutatnak be semmit. Én főzési videóban bemutatom most. Ő bemutatja, hogy kell kolbászt szeretelni. Itt elég is lesz. Hámozza a kolbászt. Látjuk a vágódeszkát fölülről, ugye, ahogy az ilyen videóban csinálják, és hámozza a kolbászt. Rátette a vágódeszkára, és elkezdi vágni. Ha? Ő megmutatja, a mester megmutatja, hogy kell kolbászt szeletelni. Ez nagyon korrekt. Felvágja a kolbászt. Ezek szerint így kell ezt csinálni. A lábos már egy kicsit fejlődött, mert ez már egy komolyabb indukciós lábos egyébként. Termék megjelenítést még nem látunk. Mester, beszéljen. De mintha a mester kevesebbet beszélne. Felvágjuk a tolást. Három toásos rántotta lesz. Három. Rántottál a kolbászám, én nem hiszem, hogy készítettem volna videót. Nem fogadtam biztos. Mi volt? Nem fogadtam biztos. Mit mondod? Nem fogadtam.
Akkor felvárjuk a tolást. Azt hiszem, akkor rántottál a kolbászám, én nem hiszem, hogy készítettem a videót. Aha. Nem forgattam biztos. Jó, okay, jó, okay. Meg ezért mindegy, itt a mester, mesternek is itt elgondolkozott. Nem forgattam, nem, igen, veri a tojást, ugye halljuk, hogy akkurátusan veri a tojást, közben a bal kezével. Rántottál, ma elfelejtettük tenni sót. Jó, bőven tegyen, hiszen a kolbász sokat alatt. Sorsás a kolbász is biztos. Á, ott és a megoldás, ott a hát megoldás az indukciós főzőlap, ami már valószínűleg új vagy termék megjelenítés, de itt már egyébként benne van. Tehát itt már látod az új indukciós főzőlapot. Nézd, csak ott van! Állj is meg! Mobil kér DCIM. Vagy és mobil kép. És az mi? Az az előbbi SMS, amit beolvastál, ugye, hogy már ugye az androidosoknak a DCIM, vagy nem tudom én micsoda, képrögzítése. De hogy ez miért van oda kiírva, és mire? Zsűr, mi az? Értem. Mobil kép DCIM. Ha ott van már valami technika, ami megjelent a mesternél. Kossunk a indukciós sütőt. És bekapcsolja a sütőt, és készíti a rántottát, gyerekek, ahogy kell. Menü. Hát az 1006 watt. De az nekünk nem kell. Elképesztő. Jó, most egyel... De nem árt kicsi olívaolajat is tenni be. Az, Hoha. És egy pici olívaolaj megy a kolbászra. Hát gyerekek, ezt látnotok kell, szóval, na, hogy a mester újra, akkor kevesebbet beszél ebben a videóban. Igen. Tehát, jó, végig is sokat látott fakanál. A fakanál az konkrétan fekete, tehát az rommá égett valami. A lepirítós technikát alkalmazza, tehát kolbászt előre lepirítjuk. Az milyen, Ferenc? Azt jól csinálja egyébként, nagy, nem? Nagyszerű, ropogósak lesznek tőle a kolbászkarikák. Jó, beönti a tojást, oké. Okay. Ugrunk egyen. Jó? Hogy ne kelljen 4 kávét meginnom, Vizsga. Na! Mi történik? Azért, mert sokan megnézik. Reklámot tesznek a videóba közé, a ugrasz egyet. Hát ez hogy van ez? Oké. Okay. És kapcsol indukciós sütőt. Kikapcsolt az indukciós sütőt, itt ugrottunk egyet, ugye kész van a rántotta a mesternél. És van, ugye mindig van a végén egy kóstolás. Ja, hát azt, hogy jól néz ki, igen, az egy érdekes dolog. A sütő. És itt ugye ő megkóstolja. Persze, valam elfelejtettem. Egy hogy elki, mutassam be a szívet. Mit csinál? Kérte valaki, hogy mutassa be a szívet. Ja, a szívet, hogy kérte valaki. Mutatja. Igen, mert hanem így szok. Hanem rossz fordítva mutatja. Persze, valam elfelejtettem. Egy hogy elki, mutassa be a szívet. Teljes. És bemutatja a szívet. És valaki közben ott vagy a tekeveri a tojást, várj és megkóstolja. Tojás, beletesz a tálnékba. Igaz, a kicsi odébb éget, odébb. Mindegy. Az indukciós főzőlap mellett van a laptopnak a monitorja, vagy a számítógépes monitor. Hát, ül a kalapban. Meg is kóstolom. Megkóstolja. Mester, de szépen ez. Mit mond a mester? Hogy sikerült, mester? Na, mondj valamit, mi mester. Mi az ízvilág? Hogy sikerült? Mondd már. Várja. Szerintem jó lett. Ez az! Olívaolajba. Tetszik mondani. Menj vissza. Olívaolajba. Hallgass, várja. És itt, oké. Szerintem jó lett. Olívaolajba. Ami sajt, amit egy támogatott küldött, szerintem jó lett. Az a rántott, kolbászos rántotta. Remélem, hogy egy rövid videóval tudtam segíteni. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmükkel. Tovább is minden jót kérem, Ellen Zoltán a videó info 1-től. Hello, sziasztok! Hát az olívaolajat már küldték. Az olívaolajat viszont nem volt benne krémsajt. Nem tett bele krémsajtot. Éreztem, volt valami irányézetben közben, és nincs benne krémsajt. Mert ugye a fasírozat, megtudtuk, hogy a fehér fasírozat az úgy néz ki, hogy a darátúsba tömlő sajtot teszünk. Igen. De a tömlő sajt elmaradt most a rántottában. Elmaradt, újított a mester. Jó, de kicsit elment ebbe az egészségesebb vonalba a óvjaolása, de hogy a tömlő sajt az hiányzik. Azt mondják, de tojás volt benne. Azt mondják, hogy kihagytuk a legjobbat, amikor elkezd leragadni. Na, ezt megkeressük még ezt a részt. Jó, aki játszol a hármas ugrást, az jelentkezzen. Mi pedig jövünk mindjárt 9:30 pontosan.
Fél tíz múlt, pontosan 9 perccel itt a játékosunk. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Szia! Hello, István, melyik tám minket, István? 18. kerületben, Szentendrén. Ó, és mitől van ennyire kitörő jó kedved, István? Hát örülök, hogy jó, rossz. Ez még tárcsázós telefon, vagy utcai fülke, vagy vagy kártyás? Na, erre baj, látod, hogy megint az álltam. Tényleg? Az egy kicsit messzebb a szántól. Kicsit messzebb valahogy, próbáld meg. Most így is vettem? Sokkal nem, valahogy a minőség az nem túl jó. Oké, na figyelj! Én úgy fullom, amikor nem tudom, hogy lehet a baj. Kicsit mesteresen beszélsz, hogy... Na figyelj, így szól az első kérdés, bele is vágunk. Jó, melyik filmvégjáték fősei keresi a vacsati tör szerint albíró denevérét? Észventúra. Észventúra, így van, nagyon jó volt, jól van. Ügyes vagy, menjünk tovább, tornazsákért? Persze. Melyik kontinens a kojot ős hazája? Így szól a második kérdés. Melyik ez a kojot? Ős hazája, ez a préri farkas, hát rengeteg indián regényben. Ausztrália. Így van, Ausztrália. Indián regényben. Te most a dingóra gondoltál, igen. Ez préri farkas. Ja. A kojot, tudod, hát ez rengeteg indián regényben van, tényleg. Rajzfilm van belőle. A híres indián regényíró, ugye Bradley Cooper, nagyon szeretem. Így, nagyon jó egyébként. Bradley Cooper, nagyon jó kapcsolat. Jó farmerokat is csinált egy Cooper, időben. Igen. Lee Cooper öccse. Hát ez rövid játék volt, van egy plusz eredményed, ezt hallgass meg, ajándékcsomag nincs. Az önnyereménye egy páros belépő a Valhalla koncertjére a Budapest Parkba. Na? Hát ennek az örülök, hogy na. Egy jó kis Valhalla koncert, ami a napokban lesz, úgyhogy tudsz menni. Kit viszel magaddal? Barátnődet. Jól van, hát akkor jó mulatás, nektek ajándékcsomag nincs, de ott lesztek a Valhalla koncerten. Jó? Hello! Szia! Köszi! Hello. Na, gyerekek, hát bajba voltunk, hogy mit tegyünk most a Best of-ba. Volt komoly beszélgetésünk is, folytattuk a mávos történetet is, ugye, a kis csodavasúttal, de hát aztán itt kibontakozott valami egészen más, mert hogy egy új őrület terjed az interneten, ez a jerking, ugye, ami fejés jelent, és angolok, amerikaiak százai ezreit csinálják otthon, hogy pénisz növeljenek. És beszélgettünk magáról az őrületről, megnéztük a különböző stádiumait, hogy kell ezt elvégezni. Aztán pedig felhívtunk ugye egy szakértőt, aki kiderült, hogy hát jobban szakértő, mint mi azt gondoltuk, mert hogy ő csinál ilyen terápiákat, ha nem is teljesen jerking terápiát, de tud péniszt növelni. Ugye? Igen. És olyan izmok létezéséről tud, amikről mi férfiak nem. Igen. Millió férfit mozgattunk meg az autóban. Kimentem, próbálkoztam. Megy? Semmi. Levetted a csapot semmi. Vele, mi? Kriston Andrea intim torna trénerrel beszélgettünk, hogy hogyan tudják elérni a férfiak azt, hogy valódi növekedés legyen amellett, hogy nem tesznek kárt magukba, mint a jerkinggel, ami ugye roncsolja a kötőszövetet. Ezáltal ugye sebeket okozva elvileg növeli a péniszt. De hát kétes a végeredmény, mert hogy nagy baj is lehet. Jó, ha rosszul csinálod. Igen, jó, de az igazi ütő ázt azért beleraktuk, vagy itt. Nem, Andi ugye elmondta nekünk magát a módszert röviden, és aztán hallgatói reakciókat vártunk, akik megpróbáltak valamilyen úton, módon segíteni magukon, hogy esetleg elérjenek 1-2 centi növekedést, és hát telefonált Gábor, talán így hívták, aki elmondta, hogy milyen... Mégyikon tartsa. Mi történik tartsán, milyen szépészeti beavatkozáson vető részt, és aztán ennek mi lett az eredménye. De azért mondjuk, hogy a Csernobilis beszélgetést is érdemes végighallgatni, az fönt lesz majd ugye a SoundCloudon, mert az most nem fér bele a Best of-ba, de nagyon jó kis beszélgetés volt egyébként arról, hogy mi történt ott valójában, és hogy hogyan próbálták ezt ugye az akkori Szovjetunióban eltusolni. De hát gyerekek, itt a történelem igen. Nem győzhet a trágárság felett. Nem volt trágár. Nem, egyébként nem nagyon szépen hoztuk. De hát letettük azért, a gépet. A pénisz kontra Csernobil, akkor ez még mindig egy olyan műsor, hogy érdekes a Csernobil, meg megrázó, meg durva, de azért mégiscsak a pénisz az növekedés győz. Az a téma, hogy pár százezer embert érintett, ez meg milliókat. Igen, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en. Van valamilyen tudományos alapja ennek az őrületnek, ami most hódít az interneten, mint jerking, hogy így, ha én ezt macírozom, ahogy leírtam, és különböző stádiumokat követem, akkor valóban növekedhet? Tulajdonképpen egy mellett is lehet növeszteni úgy,
hogy masszírozzuk, nyújtóhúzó hatással rancsoljuk a kötőszöveti elemeket. Tehát azért ezt biztos el tudjátok képzelni, hogy nyilván ki is lehetne mérni a növekedését, hogy hogyan roncsolódnak a szövetek, mert ugye a pénisz esetében ez történik. De ugye nem csak az a fontos egy szervnél, hogy hosszabb legyen, hanem hogy még működőképes is. Nem árt, igen. És engem megkeresett egy olyan, hát klinikának mondott valami kis intézmény, egy magyar urológus hozta létre, pénisz növesztéssel foglalkoztak, masszírozás segítségével. Hát ez a gel king tulajdonképpen akkor, csak van, jól kivitelezve. Így van, és ahol a, hát így a kissé alul motivált, vagy inkább fáradékony kliensek segítségére, ugye asszisztensek álltak rendelkezésre, akik, hát nem tudom, hogy külsőre hogyan néztek ki, de hogy higgyétek el, hogy 45 perces, ilyen húzónyújtó, csavaró mozdulatok után... De csinálták a paciensnek? Így hát, van. Hát, hogyha ő elfárad. Bebizonyosodott, hogy megtörtént maga a növekedés? Meg, főleg a gyenge kötőszövetű férfiaknál. Aha. Ugye, tehát minél gyengébb, most bocsánat, de van az ér meg a hús kategória. Így van, beszéljünk őszintén a dologról. Igen, igen, igen. Most jöttünk rá, hogy te tényleg igazi szakértő. Kérdezem tőletek, hogy a mai napot kezdtétek el mondjuk, pénisztorrával. Hogy érde, minden reggel. Igen, utás, igen. Én minden reggel egy halkimát elmormolok hozzá. Hadd mondjam el, hogy most volt a trénerém továbbképzésnél egy olyan anatómus, aki a férfi nemi szerveket tanítja az egyetemen, és végigélte a tréninget. És azt mondja, hogy döbbenetes, tehát tulajdonképpen hihetetlen alaki változásba kezd az altest. Pénint balra kell húzni, a legnagyobb erővel. Mi van, ha eleve ott van? Mi van, ha eleve ott pihen? Na hát balos vagyok, na. Edzett izom, amivel ki lehet oda oldalra húzni. Hát, dehogy is, csak feszes a fecskén. De várjál, mert én folytatom a gyakorlatot. Ja, tehát a pénisz balra húz. Úgyhogy a pénisz mellett lévő baloldalsú pénisz szárat húz össze nagyon nagy erővel. Miközben a végbél záróizmot azt jobbra húz, nagyon nagy erővel, úgyhogy a végbél mellett lévő jobb oldalsú izmot nagy erővel szorít. Ez a végbélhez tartozó medencefenék izom, mi alatt a prostat alatt izmot hagy, hogy ellazuljon. És ezt nagyon nagy erővel, majd lazítást követjen a másik oldalra is. Na, ez például egy durván nagyon hatékony gyakorlat. De köszönjek előtte neki? Tehát kell köszöntenem reggel? Beszélnem hozzá? Vagy csak csináljam a gyakorlatot szemtelenül? A tréningnek ez nem része, aha, de uh-huh, én azt tapasztaltam, hogy a legtöbb férfi köszön neki. Ma elkezdjük a tornát. Ha most egy átlag férfinak, most csak gondoljatok, de a nevelkedés során hol tanítanak ilyen gyakorlatokat, az óvodában, vagy biológia órán? Extrém előny, ha egy férfi tudja a merevedésben, az erekcióban, a nő kielégítésében, a magömlés megtartásában, és hát nem beszélve arról, hogy ennek nagyon komoly egészségügyi haszna van, mert ugye siránkozunk, hogy mennyi prostata probléma van, de hol tanulják meg a férfiak, hogy végét magukat. Oké, okay, én szeretném Jánost egy ilyen 12 órásra elküldeni. Én örömmel várlak benneteket, szerintem mindenki csak örülne neki. 12 órán keresztül cibálja. Nem, semmi cibálás. Mit, hogy múl ő le? Dolgozol, hozzá se nyúlsz. Nem nyúlunk hozzá, ne viccelj. Úgyis elvágottattam ezt a féket, lézerrel elvágták tarcsán. Nem mondd be, hogy hol. Mi az előnye, vagy miért dönt úgy egy férfi? Az a lényeg, hogy akkor nem bólogat ugye a makkod. Igen. Tudtad, hogy van egy ilyen sebészeti beavatkozás? Igen, utána jártam, és akkor mondja az orvos, hogy higgyel, Gábor, sokkal nagyobb lesz, elsőnek olyan furcsa lesz a látvány, de nagyobb lesz. Nem tudtam, hogy miért mondja. Igen. És majd... Altatászban történt a vágás? Nem. De hogy is beleszúrtak a szerszámba, az kellemetlen volt. És utána egy lézer, egy pici lézerrel? Így van, egy lézerrel elvágták ezt a féket, és ezerszer jobb lett utána az együttlét. Fogtam, de mindegy, nem rohannak ennyire. És mondta a doktor úr, hogy a műtétnek van a kockázatai, ugye megértette, erre te bólogattál. Igen, és akkor levágták a pénzt. Jóni, de királydobán van. Utána kellett kamillába lógatni? Igen, a vendégpohárba. Ja, ez most nagyon nagy, hogy nem a saját végrédbe. És mondta a doktor, hogy hát meg fog nyúlni, nőni. Utána magát ezt a módszert kipróbáltad, vagy akkor neked ez okozott önmagában növekedést? Tehát akkor neked így nem van, volt a jelking. Én nem csináltam semmilyen jelkinget, de hasonló a sztori, amit mondott ugye az orvos, hogy kell masszírozni. És akkor ezáltal
nagyobb lett. De ezt nem tudom, hogy hogy mondjam, hogy hány centivel, de átmérőben is nagyobb lett, meg hát a feje is nagyobb lett a szerzámnak. A tarcsai csoda. Olyan lett, mint egy német húkózítak ember. Ugyanúgy kutatják, mint a lokrészi szörnyet, vagy a havasi embert, a tarcsai csoda. Tehát, hogy... Hát most ne képzeljétek, hogy 5 centit, vagy mit tudom, csak hogy nagyobb lett, és tudod, hát főleg az első együttlét, vagy ugye már rég voltunk együtt, azt mondja, mert egy hónapig nem lettünk ugye együtt, és akkor ő is mondta, hogy úristen, mekkora, mondom, tényleg én is érzem, akkor jó. Ha hívd ide anyádat, és üreg is látni a kell. Sőt, ki a faluba. Hallod. Frenulofómia vagy tómia. Frenulofómia, ez az. Fizeti a tévé? Csak hogy tudjam, hogy te igen, veszed. Igen. Frenulofómiát, tehát fizeti a tévé. Jó. Figyelj, nagyon fontos kérdés, hogy a poharat használjátok igen. még. A vendégpohár megvan? Megtartottam úgy, hogy ha esetleg átjöttök egy sörrel, nagyon szépen köszönöm. A tarcsai buzogány nyírják. Azóta csak csoszogva tudsz járni. Kábor, te mivel foglalkozol egyébként? Mit csinál? Sofőr vagyok, kérlek szépen, és most is a nullás van a dugóba ért sorban. Valamilyen hivatalos szervnél, vagy tehát, hogy valami olyan... Igen, teherautón. Igen, és állandóan hallgatnak titeket. De nyugtass meg, hogy azért 20 darab kamillás filter mindig van nálad, bármi történik. Tehát, hogy... De jó, hogy a mostani kamionok beállítható a kormány, mert így elférek, mert nagyon nagy a kormány, tudod, és ugye... Vagyok ezután a beszélgetés után elég fura a szádból hallani, hogy a dugóban csorgok. Ezek szerint azt írják, hogy alsógatyában már nem is tudsz biciklizni, mert bekapja a lánc. Jó, nem, ez ugye visszahúzódik, mindegy, félelmetes volt elsőnek. Tehát nem kell akkor felszikszalagozni a szegcsontodra, hogy ne zavar. De akkor megéri a frenulotómia, vagy mi ez pontosan? Meg, aki fél, meg minden, jó, hát úgymond félelmetes volt, hogy egy ilyen zöld paralán van előtted, a fejed előtt, tudod, és akkor ott vannak az orvosok, meg mit tudom én, és akkor mondják, hogy Gáboros, egy pici szúrás fogja, ezt aladat beleszúrtak. Még az ápoló fiú is elkezdett simogatni, mondom, Jézusom, ez egészséget, de rendes volt, azt mondja, ne félj, mondom, jaj, ez a megsimogatott, tudod, ez tök furcsa. Hát más, mint a Jacking, de ez is egy hatásos. Köszönjük. Jössz, uraim, hogy veletek beszélhettem, nagyon jó. Imádlak titeket. Balázsi! A Rádió Egyen! 9 perc múlva pontosan 10 óra, gyerekek. Hát óvatosan az interneten felelhető jacking módszerrel, de körbejártuk tudományos alapon is. Így van. Mint ugye intim tornatréner is megszólalt adásban, és aztán pedig hát megnéztük, hogy szájhagyomány útján ki mit vetett be. De tényleg fizeti a tévé, megnéztem. De ez igen. Is tudományos. Mégiscsak rászorulsz. Ja. Hát jó tudni, ha jó tudni azért. Hát ezt sosem lehet tudni. Gábor még írta, hogy egy az asszonynak mondtam, hogy beszéltem veletek, és azt mondta, nem örül, mert a csajok körében népszerűbb leszek. Hát biztos, igen. Hívjuk a naphallgatóján. Volt már a mai napon találat? Vagy a héten volt már találat? Nem. Oké. Nem baj, viszont akkor beszéljünk a buszos kitelepülésünkről még egy kicsit. Ugye, hogy a végleges helyszínek fent vannak a Rádió egy oldalán, a megállók. Ugye hoppon-hoppon buszra szállunk majd pénteken, és a Volt Fesztiválra lehet elképesztő sok napi jegyet nyerni, bérletet nyerni, ezek mind páros jegyek, az egész fesztiválra, napi jegyre is, rengeteg mindent osztunk, ajándékokat, voltos ajándékcsomagokat. Meet and greetünk van a Black Eyed Peas-szel, a budapestieknek kedvezünk most egy kicsit, mert ugye régen volt budapesti kitelepülés, a Hoppo-Hoppo busz közlekedik a városban, ugye a Bazsilikától indulunk majd, amit egészen közelről belenézhetnek, és aztán Széchenyi tér, Ferenciek tere, hát Várkert Bazász, ha körözünk a városban, ez a lényeg. Tegnapig mondtuk a Margit hídat, ugye, de hát nyilván az érthető okokból kihagyjuk. Fővám tér, Andrássy út, Hősök tere, Nyugati pályaudvar, Bazilika, így megyünk. A pontos megállókat nézzétek meg az interneten, gyertek a megállóba, álljatok oda, mi mondjuk, hol vagyunk, szálljatok föl a buszra, játszatok velünk, és nyerjetek Volt belépőt. A szezon, mármint az egész bérlet azért az nagyon komoly nyeremény. Nagyon. Tehát ott a komplet Volt fesztiválon, ti egy páros bérlettel bent lehettek, de napi jegyeink is vannak.
Úgyhogy várjuk a felszállókat. Figyelj, szerintem napra is tök jó bemenni egy ilyen fesztiválra. Hát, hogy egyébként nem tudnád kifizetni. Persze. Ott vagy, a hangulatát átveszed. Rakás jobb, nagyon fellépő lesz. Úgyhogy. Oké, okay. Igen, és hát buszoztuk velünk egy fél órát, óra, lehet, hogy megálló között lesz 20 perc, igen. Arra kell számítani, hogy a következő megállóban fel akarnak szállni, akkor akik már kaptak ajándékcsomagot, nyertek valamit, őket majd mindig megkérjük, hogy szálljanak le, de 20 percet, fél órát el tudtok velünk tölteni egyébként. Volt egy kérdés, hogy, és hogy megyek vissza az előző helyre? Ahogy akarsz. Hát gyerekek, ez igen. Hát ez most nem arról szó, hogy mindenkit mi szállítmányozunk. Van egy kis időtök és kedvetek, oda jöttök, buszoztok velünk, lepattantuk. Jó idő lesz, meleg lesz, a hopohó busz hangulata nagyon jó. Úgyhogy megnézzük, mit látnak a turisták, amikor így köröznek a városban. A pontos megállókat, azt mondom, megtaláltak a Facebook oldalunkon, és 6-kor indulunk nagyjából, ugye az a terv? A bazsilikától. Megnézzük ugye? A bazsilikát, és utána elindulunk. Így van. Jó, hát bebújunk az összes kis részbe. Van, az összes fedező, kis... Felfedezzük bazsilikát együtt. Bazsilikát, vagy a mégarást, mert az is. Nincs oda, tesó, ott a reaktor van, nem mégarás. Hát ott működik Paks 2. Odász majd le, nem? Lebenézhettek ti is a kohóba egy kicsit. Sötét alagutat, nagy rejtelnek. Ha akartok. Oké, és tessék figyelni az Orbit játékunkat is. Mert hogy... hányadika van ma, Zsülci? Ma ötödike van. Most ugye az online térben, az Instagramunkon zajlik majd a játék, Király Tominál. Adásban pedig Györke Attinál 10 és dél között lehet benevezni az Orbit játékra. 20 fontos üzemanyagkártyát nyerhettek. 7 tálca Orbitot és a fődíj. A fődíj egy gyönyörű Toyota. Ezt lehet megnyerni mindenkinek, aki jelentkezik a játékra. Jó, ez egy Toyota CHR egyébként, úgyhogy nagyon klassz kis ajándék. Uh-huh. De lesz még nálunk is Orbit játék holnap. És az autónak a sorsa pénteken dől el. De ne szaladjunk ennyire erőre. Sose lehet. Ne mondja olyat, amivel bajba keversz engem. Jó. Ha olyat mondok, ami nem úgy van. Jó? Jó, akkor volt egy bejövő ígyvásod egy szőke csajtól. Nekem nagyon bejön. Nagy gyerekek, jövünk holnap. Sziasztok! Hello! Szevasztok! Ciao, ciao, hello, hello! Hölgyeim és uraim! Balázsék elhagyták az épületet. De holnap reggel újra jönnek itt a Rádió 1-en.